Újra itt vagyunk, köszöntök nézőt és hallgatót egyaránt. Mi két hetente, csütörtök esténként 8 órakor friss tartalommal, vadonatúj témákkal és beszélgetésekkel jelentkezünk, a közbülső heteken pedig kedden, szerdán és csütörtökön korábbi televíziós tevékenységem munkadarabjaiból teszünk föl csatornánkra egykori interjúkat, műsorrészleteket. Ezen kívül vendégeink többsége könyvet ajánl, mégpedig olyat, ami nagyban hatott felnőtt életére. Egyelőre tehát ez csatornán kínálata, ezeket önök természetesen térítésmentesen nézhetik, vagy hallgathatják meg, ki hogyan. Cserébe mindezekért azzal tudják támogatni műsor készítésünket, ha legalább itt a YouTube-on feliratkoznak, a képernyőnk alatt kissé balra található feliratkozás gombra is mellette a kis csengő ikonra kattintva. Ha ezt megteszik, minden alkalommal ráadásul értesíti önöket a YouTube, amikor friss anyag, új tartalom kerül fel az oldalunkra. Feliratkozásukat előre is, utólag is köszönjük szépen. És akkor most jöjjön némi előzetes mai témánkból. Olyan szintű változás történt az elmúlt 60 évben, 60-70 évben, aminek egy teljesen logikus következménye az, hogy ha nem figyelünk oda, akkor nem értjük meg egymást. Ugye mi ennek az oka? Az, hogy mindenki, amikor megszületik, az agya az akkori valóságot tekinti az origónak. És onnantól kezdve ehhez az origóhoz fogja viszonyítani a jövőt. Tehát mindig a jelenben a normálist, ahhoz az alapnormálishoz fogom hasonlítani, ami a gyerekkoromban vagy a születésem pillanatában volt. És ebben akkora távolságok vannak az egyes generációk esetén, ami önmagában hordozza a konfliktust, mert hogy egy 2005-ben született, vagy egy 2002-ben született, számomra egy rettenetesen fiatal valaki, a 21. században született, de már a munkahelyen ott lehet. És az ő normálisa az erre jött létre. És nem tudom visszavinni a 70-es évek időszakába, hogy mi a normális, de ha én automatizmusként működök a munkahelyemen, akkor ugyanazt várom el tőle, mint az összes többi kollégámtól, aki a 70-es, 80-as években született. És azt veszem észre, hogy nagyon mások a reakciói. Hogy máshogy áll az időhöz. Nem köszön eleve, ugye erről beszéltünk. De azt mondom, hogy 9-kor kezdünk, és nekik a pontos idő nem ugyanazt jelenti, mint jelentette nekünk. Alázat, munkabírás, terhelhetőség, egy csomó olyan dolog, ami egy munkai közegben determinálja a harcot. De ugyanaz az iskolába. A pedagógus ugyanúgy próbálja leadni az anyagokat, mint az elmúlt 30 évben bármikor, és a mai gyerekek nem figyelnek, visszabeszélnek, letegezik a pedagógus, stb. Stb. Hát nyilván ezekben mind ott van, hogyha nem tudom követni ezeket a dolgokat, akkor elindul bennem az, hogy hát itt nem lehet. Nem tudom átadni azt, amit át szeretném adni, pedig én csak értéket szeretnék átadni. Csalódottság lesz, veszekedés lesz, konfliktus lesz. Korábban, ha generációkról beszéltünk, többnyire a nagyszülők, a szülők és a gyerekek nemzedéke jutott eszünkbe, és egykor 25, ma már inkább 15-18 éves periódusokkal írják le a generációk hozzávetőleges időhatárát. Változó és egyre bonyolultabbá váló korunkban a társadalom, a technika és a kultúra viharos átalakulásának időszakában azonban a generációkra már másképpen kell tekintenünk, hiszen nagyon felgyorsult a világ, az emberek megpróbálják megérteni azt, hogy mi történik körülöttük. A digitális forradalom miatt például sokkal gyorsabban következnek be a generációváltások is, ráadásul a várható életkor miatt egyre több generáció él egymás mellett, ami egyre jelentősebb kihívásokkal szembesíti az embereket családi és főként munkahelyi környezetben. A generációk létezésének és együttélési módjainak kutatására vállalkoznak a generációkutatók, így Steigerwald Krisztián is. Ő az elmúlt 3 évben 2 igen érdekes, olvasmányos könyvben is segített az érdeklődőknek eligazodni, a tekintetben, hogy hol is helyezzék el magukat a generációs térképen, és hogyan tekintsenek önmagukra, illetve a többi velük együtt élő generációkra. Mai vendégem tehát Steigerwald Krisztián, generációkutató. Ha nincs ellenére, mielőtt a részletekbe belemegyünk, felvázolom néhány mondatban az életrajzát, mint minden vendégem esetében.
Steiger volt Krisztián, 1976-ban született Bonyhádon, 47 éves, anyja pedagógus, apja műtőssegéd volt, nővére közgazdász. 1994-ben érettségizett, utána a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán tanult, ugyanitt elkezdte a PhD-t, de 3 év után rájött, hogy habitusa távol áll az akadémiai világtól, ezért ott hagyta az egyetemet. Évekig tanult pszichológiát, de tanulmányait nem fejezte be, tanult továbbá pszichodrámát, coachingot, trénerkedést, de még asztrológiát is. Ez utóbbit pusztán magánérdeklődésből? A pszichológiához köze van ennek az asztrológia típusnak, tehát ez nem a jóslástan, hanem ez a belső lélek útjának egyfajta megközelítése. Uh-huh. Angol és német nyelven beszél, 2003-tól 8 évig a GFK Hungária piackutatónál dolgozott kvalitatív kutatóként és különböző területek vezetőjeként. 2011-ben önállósodott, előbb egy piackutató cége volt, most pedig egy generációs tanácsadó céget működtet. Önmagát generáció kutatóként határozza meg, de emellett mentor és tréner is. 2 könyvet írt, az első A generációk harca, hogyan értsük meg egymást című már a 6. kiadásnál tart, de az idén tavasszal megjelent 2. A generációk harca a figyelemért, hogyan tanuljunk egymástól, egymásért című kötete a 2. kiadásnál tart. Felesége HRS, lánya 7, fia 4 éves. Hobbija a csillagászat. Bár akkor nem az asztrológiával feltétlenül összefüggésben, ugye? Van valamilyen kapcsolódás nyilván a két téma között, vagy az érdeklődés tekintetében, de a csillagászat az kisgyerekkorom óta érdekel. Ezzel akkor megvolt a bemutatás, mindjárt elkezdjük, de addig csak néhány másodpercben támogatóink bejelentkeznek. A műsor támogatója a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Tehát Steiger volt Krisztián, generációkutató a vendégem. Ha megengedi, kezdjük ott, hogy amikor generációkról beszélünk, leegyszerűsítve arról beszélünk, hogy fiatal és idős, meg a köztük lévő különbségek? A klasszikus értelemben az emberek a generációk alatt az életkort érték, miközben az életkor és a generáció 2 különböző kategória. Azt szoktam mondani, hogy a generációnak semmi köze az életkorhoz, az életkornak meg semmi köze a generációhoz. Olyan szakmai kifejezés, hogy fiatal generáció, valójában olyan nincsen. Olyan van, hogy aktuálisan éppen most egy generáció tagjai fiatalok. Tehát éppen most az alfa generáció tagjai a fiatalok, de 80 év múlva is ők lesznek az alfa generáció tagjai. Tehát nem az van, hogy kiöregszünk az alfából, beöregszünk az X-be, majd beleöregszünk a veteránba, hanem ez egy adott időszaknak a szülötteinek az összességét jelenti. Pontosítaná, hogy mivel foglalkozik a generáció kutatás? Tulajdonképpen ugyanazt csinálom, mint ön, csak nem annyira látványosan, hanem egy zárt térben. Azon megyünk végig az emberekkel a beszélgetések során, hogy mit tapasztalnak az életből, hogyan állnak hozzá a dolgokhoz, és ez bármi lehet. Tehát úgy kezdve az, hogy ezt szponzorálja egy cég, akkor nyilván a termékfogyasztásával kapcsolatos a kutatási kérdés, egészen odáig, hogy mik a szexuális szokásaikban milyen különbség van, a párválasztásban milyen különbségeik van. De amiért én kérdezem, hogy hol van ennek haszna, illetve értelme, pontosabban milyen gyakorlati értelme lehet annak, hogy szépen sorba állítják, majd időnként új szempontok alapján újra rendezik az emberi generációk sorát. A generációs hovatartozás azt jelenti, hogy amikor megszülettem, akkor milyen földi valósággal találkoztam, és ez a földi valóság hogyan határozza meg számomra a normálist. Hogy mi a normális az én életemben, mi a születéskori normálisom. És ugye most ha végig gondolják a hallgatók, nézők is, hogy mi volt a normális 1950-ben, mi volt a normális 1980-ban, és mi a normális 2023-ban. És mindig, aki valamikor megszületik, neki a születéskori normális lesz a normális, és ezt nem tudjuk a kettőt összevetni. És emiatt számtalan olyan konfliktus van akár családon belül, ami generációhoz köthető. Például, amikor én megszülettem, már volt tévé. 76-ban születtem, már volt televízió, volt olyan, hogy óvodások filmműsora, tehát én szombat délelőtt dologidőben leültem tévét nézni. A nagypapám 1922-es, tehát amikor ő megszületett, nem volt tévé, az ő gyerekkorában nem volt tévé, neki az volt a normális, hogy egy gyerek nem néz szombat délelőtt tévét.
És amikor elmentem hozzájuk nyaralni egy Tolna megyei kis faluba, és szombat délelőtt tévéztem, ő bejött a szobába, és teljesen ki volt akadva, hogy ebből a gyerekből soha nem lesz semmi. Kiég az agya, kifolyik a fülén, emlékszik, 70-es, 80-es években ilyeneket mondtak a sokat néző tévézőkre. De én szentül hittem, hogy nekem ez a normális, hogy tévézek. Az én gyerekeimnek már az a normális, hogy van tévé és kütyű. Ha tévéznek, azt mondom, hogy hurrá, csak tévéztek gyerekeim, nyugodtan apátok is tévézett, aztán semmi baja nem lett, nyugodtan, de kütyűzni ne kütyűzzetek. Az nem normális, hát kiég az agyatok, kifolyik a fületeken. De nekik akkor is az lesz a földi normalitásuk, hogy van tévé és kütyű, csak maximum mi tiltjuk, ahogy a nagypapám tiltotta nekem a tévét. Tehát mire az én gyerekeim felnőttek lesznek és szülők lesznek, és a gyerekeik kütyűznek és tévéznek, azt mondják, hogy nyugodtan kütyűzzetek és tévézzetek, mert nekünk se lett tőle semmi bajunk, de mondjuk bőr alá ültethető VR szemüveg, az nem normális, attól kiég az agyatok, kifolyik a fületeken. Érti? Tehát, hogy azt elfogadni, hogy nem azért viselkednek máshogy az egyes generációk, mert szándékosan bosszantani akarnak minket, hanem azért, mert más születéskori normalitást, más születéskori valóságot kaptak, és itt jön az egésznek a rákfenéje, hogy az agyunk úgy alakul ki, hogy mi az élet első 1000 napjában a földi valóság. Ebben majd még belemegyünk, de kérem szépen, hogy egy kis alapfogalom magyarázatot adjon, például, hogy Magyarországon hány generációról beszélünk, és melyiket hogy hívjuk, hogy aztán ezekkel a fogalmakkal tudjunk operálni, értsük, hogy mit mondunk. Magyarországon az 1928-45 közötti generációjuk csendes, vagy építő, vagy veterán, közkeletű nyelvén veterán generációnak, 1946-64 közötti időszak a baby boomer időszak, 1965-79 az X generáció, 1980-94 az Y generáció, 1995-től 2009-ig mondom én a Z generációt, és 2010-től mondjuk az alfa generációt. Miért javarészt latin, legújabban pedig, ha jól gondolom, már görög betűjelekkel különböztetik meg a generációs csoportokat, tehát XYZ, majd aztán most már a legfiatalabbakat alfának nevezik. Klasszikusan az X generáció volt az első, aminek betűjelet adtak. Ez egy amerikai regényíró nevéhez fűződik, és azért hívta X-nek, mert hogy az X mint ismeretlen. Tehát ugye a matematikában az X jelöli az ismeretlen tényezőt az egyenletekbe, és hogy az X generáció volt az első, aki nagyon erőteljesen a TV világában nőtt bele, akkor robbant a TV penetrációja a világon, és arra mondták az X generációra, ez valami annyira más lesz, mint az eddigiek, hogy ezt hívjuk X-nek, az ismeretlennek. Utána tök logikusan jött, hogy akkor az X után jön az Y, majd az Z, és véget ért az ABC, és nem akarták a latin ABC-vel kezdeni, akkor legyen egy másik, ez legyen a görög ABC. Most pedig akkor azt kérem, hogy tekintsük át, hogy milyen alapkülönbségek vannak a generációk között, akár kulturális vagy szocializációs szempontból, de akár pszichológiai szempontból is. A veterán meg a baby boomer generáció, ők azok, akik úgy nőttek föl, hogy gyerekkorukban semmilyen audiovizuális eszköz nem állt rendelkezésre. Ez a baby boomereknél azért még egy picit olyan kérdőjeles, mert hogy 57 május 1-től van hivatalosan televízió Magyarországon, és ugye akkoriban még nem is volt minden nap tévé, kezdetben még csak 3 napot volt, az is random módon televízió adás. Tehát, hogy azért a baby boomerek döntő többsége és a teljes veterán generáció összes tagja úgy nőtt föl, hogy nem volt gyerekkorában audiovizuális behatás az ő gyerekkorára. Miért van ekkora jelentősége az audiovizualitásnak? Amióta írás és olvasás van az emberiség történetében, azóta íráson, olvasáson szocializálódunk, és az olvasás az, hogy a gyerekeknek olvasunk mesét, vagy a gyerekkorban felolvasnak és megtanulunk olvasni, az az agyi fejlődésünknek egy nagyon meghatározó struktúrája, mert az okokozati gondolkodásnak az alapja az írásbeliség és az olvasás, balagyfélteke, fókuszú ez a fajta gondolkodásmód. Az audiovizualitás viszont nem, az egy felszíni gondolkodást eredményez, kiegyensúlyozott bal és jobb agyfélteke, ugye, mert a média vizualitás az a jobb agyféltekére hat, tehát hogy onnantól kezdve, hogy hozzáférünk sok audiovizuális tartalomhoz, az meg tudja változtatni az idegrendszerünknek a fejlődését, vagy a működési módját. Ugye az agy mindig az egyszerűsítést keresi. Az agy, amikor gondolkodik, vagy döntéseket hoz, akkor glükoszt vonal a szervezettől, és ez egy olyan figyelmeztetés a szervezetnek, hogy bármit csinálsz, de hagyd abba, mert a glükoszra szükségem van, és ezért arra próbál mindig rávenni minket az agyunk, hogy egyszerűbb dolgokat csináljunk. Hát az audiovizualitásnál egyszerűbb dolog most kevés van a világban. Nézek és hallgatok, ugye? Hát csak leülök és bambulok ki a
a fejemből. És erre először az X generációnak volt lehetősége, hogy a hétfői nap kivételével minden este le tudott ülni a tévé elé mesét nézni. A veteránok egy olyan rendszerben nőttek föl, ami tele volt vészjósoló dolgokat. Azóta Magyarországon nem kellett gyereknek úgy felnőnie, hogy háborúban nőtt fel, ezért a veteránoknak a mai napig van egy ilyen megrögzött gyerekkörű tapasztalás, következményük, hogy mindig fel akarnak készülni a rosszabb időkre. És emiatt mindenben a biztonságot keresik, spórolnak, spájzolnak, bármi történik, jön egy COVID, mi az elsődleges megoldás, legyen tele a spájz. Ugye ez nagyon-nagyon abból az időszakból jön, ez a nem dobunk ki semmit, kaját nem dobunk ki, mert hogy föl kell készülni a rosszabb időkre. Ez nagyon veterános. Nyilván minél közelebb vagyunk egy generációhoz, megkapjuk családon belül, tehát a baby boomerek, X generációsoknak még lehetnek ilyen tapasztalataik otthonról, minél távolabb kerülünk, egy Y-Z-s alfásnak ez semmit nem mond, hogy most mit spórolja, minek spórolják, hát ott van a bolt, lemegyek, aztán megveszem. A baby boomerek egy nagyon forradalmi generáció volt Magyarországon. 1946 és 1964 között születettek. Ugye itt a globális tér is segített ezen, hogy egy picit másképpen gondolkodjanak, bejön a zene az életbe. Tehát kialakul az a fajta történet, hogy az életet nem csak leélni kell, hanem megélni is. Az igazán nagy forradalmi tett az volt a baby boomerektől, hogy amikor felnőttek lettek és szülők lettek, ők voltak az első generáció Magyarországon, aki megengedte a gyerekeiknek, hogy tegezzék őket össztársadalmi szinten. És volt egy átmeneti időszak, ahol az X-es gyerekek tegezték a baby boomer szülőt, és tegezték a veterán nagyszülőt, miközben a baby boomer szülő magázta a saját szüleit. Na, és akkor innen indul el egy ilyen családszociológiai változás, amiből szépen lassan eljutunk oda manapság, hogy egy gyereknek nem az életkor jelenti a tisztelet alapját. De ezt nem ők találták ki, nem az Z meg az alfa, hanem onnan indul, hogy a baby boomerek megengedték, hogy tegezzék őket. És az egésznek még ráadásul van egy olyan következménye is, hogy ez kihatással van például a köszönésre. Na majd erről fogunk beszélni, mert összeírtam jó néhány olyan kérdést a fejemben, amelyeket külön is szeretnék különböző generációknál szóba hozni. Itt van a következő, az X generáció. Rájuk mi a jellemző? Ők ugye 1965 és 1979 között születtek. Így van. Ők nulla pontról megtapasztalják azt, hogy eljutottunk most a streamelés meg az online világ magasságába, ezért egy nagyon technológia-orientált generációról beszélünk, nagyon-nagyon fontos számukra a technológia, azzal a különbséggel, hogy gyerekkorban, fiatalkorban értették a technológiát, most meg ugye hát nem annyira, mert ő túlnőtt rajtuk a technológia. Ennek ellenére nagyon modernnek tartjuk magunkat. Tavaly csináltunk egy olyan felmérést, ahol megkérdeztük a szülőket, hogy milyen szülőknek tartják magukat, az X-esek, és a legnagyobb arányban azt válaszolták, hogy mi modern szülők vagyunk. És megkérdeztük, hogy ez mit jelent, és mondták, hogy hát nagyon gyorsan letöltöttük a mobiltelefonunkra olyan social media applikációkat, mint például a Viber. Megkérdeztük a tinédzser gyerekeiket, hogy hánynak van Viber-e a mobiltelefonján, és én voltam a legjobban meglepődve, hogy mindenkinek volt. És megkérdeztük, hogy miért, és azt mondták, hogy anyám csak ezt az egyet tudja használni, és azt mondta, hogy nem fizeti ki. A nagyon modern anyja, ugye? Igen, nem fizeti ki a számlát, hogyha nem töltöm le. Tehát, hogy ennek az egész kis esett tanulmánynak az a lényege, hogyha egy vállalatba, vagy egy iskolába az X-es vezetők, mert most mi vagyunk a legtöbben, akik dolgozunk és tanítunk, azt gondoljuk, hogy modern az intézményünk, akkor az nagyon-nagyon-nagyon nagy becsapás, mert jönnek az ések, meg az alfások, és azt mondják, hogy Jézusom, dinoszauruszok, hát ti mit csináltak itt? Következő generáció az Y, az 1980 és 94 között születettek. 1980-ig tartott a közösségorientált világ, és 1980-tól hívjuk a világot én központonak. Ennek a szimbóluma a Walkman, ugye ezt a fiatal hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy mi a Walkman, nézzenek utána az interneten. A Spotify-nak az őse a Walkman. Alapvetően azért lett a szimbóluma az én központú világnak a Walkman, mert ugye bezárta a zenehallgatás élményét. Addig a közössége, főleg a fiatalok összejártak egybe, hogy a zenét hallgassák, tanultak zenét, garázszenekarok alakultak ki, tehát hogy a közösséget összehozta, majd onnantól kezdve elkezdünk egymástól távolodni. Ugye a másik gyönyörű szimbóluma a selfie, addig úgy fotóztak a nagy öregek, hogy mindenki rajta volt a fotón, kivéve aki a fotót csinált, tehát mennyire logikátlan most meg, én vagyok rajta a fotón, mindenki más a köret, azért van a hátam mögött, hogy az én egómat emelje. Hangsúlyozom megint, hogy nem jobb vagy rosszabb, csak más a kétfajta metódus, és innentől kezdve ugye a fiatalok, a gyerekek egy én központú világba születnek bele. Nem ők lesznek én központúak, a világ én központú, és ezt tanulják meg mintázatként. Milyen értelemben válik én központúvá a világ? Ezt hogy érti? A hagyományos
európai keresztény társadalom, az egy nagyon közösség alapú társadalommal alakult ki. Nagyjából még talán már az őskortól kezdve, ami azért nagyon messze volt azért a keresztény vallástól, de hogy onnantól kezdve elindul egy olyan irányba, hogy akkor tudunk túlélni, akkor tudunk megmaradni egy ilyen veszélyes időszakban, mint ahogy mondjuk bármilyen háborús időszak, ha mi együtt vagyunk. És ott az volt a lényeg, vagy az volt a tanítás, hogy az egyén önmagában semmit nem ér, maximum, hogy a királynak hívják, tehát az egyén önmagában semmi, de hogyha belép a közösségbe, a faluba, majd később a kisdobosba, az úttörőbe, a pártba, akármibe, és akkor mi együtt majd erősek leszünk. Az én központú világban pedig elindultunk egy olyan irányba, ennek számtalan, a műsor kevés ahhoz, hogy el tudjuk mondani, hogy mennyi minden oka van annak, hogy egy én központú világ felé indult el, ugye nyilván először Amerika meg a nyugati társadalmak, de hogy a fogyasztói társadalomnak a logikus következménye lett az, hogy elkezdtünk avval foglalkozni, hogy én vagyok erős, én vagyok a lényeg, a túlélés alapja az, hogy én éljem túl magamat, és akkor innentől kezdve teljesen logikusan kialakul egy én központú társadalom. Ez tehát az Y generáció, és akkor most következik a Z generáció, a 95 és 2009 között születettek generációja. Így van, ugye a Z generáció az első, aki beleszületik az internetbe, ők még nem digitális generáció, hiszen 95-96-97-ben betárcsázós net volt, emlékszik rá, hát milyen lassú volt, nem volt tartalom, nem voltak még normális honlapok, iszonyatosan drága volt. Tehát, hogy ott még azért nem volt egy ilyen nagy vaszizdász az internet. 2003-ban robbant be Magyarországon az internet, akkor vezették be ezeket a mobil stickereket, amit a gép oldalába beledobtak, és ez jóval olcsóbb volt, meg gyorsabb volt. És hát onnantól kezdve elkezdünk abban a világban élni, hogy bárhol, bármikor, bármilyen audiovizuális tartalom elérhető. Tehát addig egy szerkesztett tévéműsort tudtunk nézni, ahol azt a műsort lehetett látni, amit adott órának megfelelő tartalom volt, viszont az internet megjelenésével egy gyereknek lehetősége támadt arra, hogy bárhol, bármikor, bármilyen tartalomhoz hozzáférjen. És ugye ez az Z-generációnak az első ilyen tapasztalása, hogy hozzáfért a korosztályának nem megfelelő tartalomhoz. És a nagy változás ugye a Z és az alfa generáció között, az alfát én azt mondom, hogy 2010-től kezdődik. Ők a legfiatalabbak. Ők a legfiatalabbak most, és ők is a digitáliába születnek, de a nagy változás az, hogy 2007 június 1-én mutatja be Steve Jobs az első iPhone, tehát az okos eszköz robbanás, vagy az okos eszköz őrületünk az 2007-hez köthető, ezért mondja néhány generáció kutató azt, hogy 2007-től számítja az alfát, de 2009 decemberébe fordítják le magyarra a Facebookot, tehát az okos eszköz és ez az egész social media őrületet kötöm én az alfa generációhoz. Tehát az alfa generáció az a jelenleg élő összes generáció közül, akinek egyetlen egy másodpercnyi földi tapasztalata sincs arról, hogy ne lenne minden mindennel összekötve. Tehát ők nem kapták meg azt a gyerekkort, amit előtte az összes többi generáció, vagy evolúciósan az összes többi generáció megkapta. A tavasszal megjelent második könyvében, melynek címe Generációk harca figyelemért, hogyan tanuljunk egymástól egymásért. Most ebben hivatkozik egy, ha jól emlékszem, 2016-os kutatásra, amely szerint egy unoka egyenlő 13568 nagymama. Hogyan is kell ezt érteni? Mert egy nagy telefontársaság, a Telekom mérte meg, és azt alapján állították össze ezt a számkombinációt, hogy azt mérték meg, hogy körülbelül az 50-es évek környékén egy akkor élő fiatal ember, vagy egy fiatal nőt hány megabit tartalom terhelhette napi szinten, és azt számolták ki, hogy akkor rádiót hallgatott, mondjuk hetente egyszer egy képeslapot nézett meg, megnézett egy újságot, meg napi szinten elolvasott néhány oldalt, és ezt kiszámolták, hogy ez körülbelül milyen megabit tartalmú, vagy bit tartalmú kontentet jelentett. Ezzel szemben összevetették, hogy 2016-ban egy átlagos tinédzsernek milyen terhelés, milyen tartalomterhelés érinti napi szinten, és ebből jött ki az, hogy az a tartalomfogyasztás, ami az 50-es években volt jellemző egy átlagos tinédzserre, és az a tartalomfogyasztás, ami 2016-ban jellemző egy átlagos tinédzserre, akközött ekkora hatalmas különbség van. Szóval, hogy ennyivel több inger ér egy mai gyereket, ennyivel több az információ egy olyan nagymamához képest, aki az 50-es években volt gyerek. Igen. Az önkönyveiben is, de más írásokban is gyakran lehet olvasni, hogy a digitalizáció változásával az agyunk is igen jelentősen változott. Ugye erről beszélünk most is közelebbről, ezek mit jelentenek a generációkra nézve? Ugye a 20. század a hosszú távú memóriát fejlesztette.
mert hogy meg kellett jegyezni dolgokat. Nem volt a zsebünkben olyan eszköz, ami a memóriánkat könnyítette volna, el kellett járni könyvtárba, jegyzetelni kellett, föl kellett írni. Én a mai napig emlékszem, legalább 20 ismerősöm vezetékes telefon számára, mert mindig be kellett pötyögnem, és beleégett az agyamba. Ugye ez a hosszú távú memória. Mi volt a szülei telefonszáma? 0674-45347. Biztos? Persze, hát tudom. Azt hittem, ezt most csak ide rögtönözte, nem? Dehogy is. Csak illusztrálni akartam, mondom, hát ha leleplezem. Konkrétan ez. 74 Bonyhádnak a körzetszáma, 4-5-5-3-4-7. És most a legközelebbi ismerős, a feleségemnek, most meghallja szegény, akkor kikapok, de hogy a feleségem mobil számát se tudom. A sajátomat tudom, azt megjegyzem, mert sokan kérdezik tőlem, de hogy senki másét nem kell megjegyeznem, a neveket kell megjegyeznem, mert ha hívnak, a nevük jelenik meg. Meg ha valakire rákeresek, a nevére keresek rá. És nem alakulnak ki azok a képességek. Tehát már a mi agyunk is megváltozik, de úgy, hogy mondjuk a hosszú távú memória mellé most kialakul egy erős rövid távú memória. De azok a gyerekek, azok a fiatalok, akik ebben a rendszerben szocializálódnak, azt a mintázatot látják a szüleiken, hogy nincs szükség a hosszú távú memóriára, tehát náluk ki se fejlődik egy erős hosszú távú memória, hanem van egy nagyon erős rövid távú memóriájuk, és avval próbálnak túlélni. De az iskola az a hosszú távú memóriára épít. Tehát a mai napig azt feltételezi, hogy a gyerek 6-7 évesen bejön, akkor van egyfajta hosszú távú memóriája, ami már tovább fejleszt az évek során. De jól értem, ez kritika tárgyaként mondja, ugye? Nem. Nem? Nem kritika, nem. Hanem ez egy tényállapot. Tehát, hogy az iskola még mindig a hosszú távú memóriára épít. Mi más csinálna? Tehát nincs egy más eszközrendszere. Tehát, hogy nem tud másra építeni. Hát bemegy a gyerek az iskolába, és könyvből fog tanítani, mert hogy tankönyvek vannak. Mert hogy amióta világ a világ, legalábbis az elmúlt 100-150-200 évben, a gyerekeknek olvasnak a szülők könyvek. 2020-ban az Országos Széchenyi Könyvtár csinált egy felmérést, és megkérdezte a magyar társadalomtól, hogy mennyire sokat olvas könyvet. És a magyar válaszadók 53% azt mondta, hogy egy év alatt egyetlen egy könyvet sem olvas el. Hogyha ezeknek az embereknek vannak gyerekeik, akkor ezek a gyerekek úgy mennek az iskolába avval a mintázattal, hogy nem látták a szüleiket könyvet olvasni. Majd azt mondja a pedagógus az iskolába, hogy gyerekek, könyvből tanulunk. Azt fogják mondani a gyerekek, hogy hurrá, mi az? És mutatja, hogy a könyvben vannak képek, és így a kis kezével megpróbálja fölnagyítani a képeket, mert azt látta addig a gyerekkorában, hogy digitálisan mindent fölnagyítunk, és akkor elkezdünk nevetni a gyerekeken, hogy milyen nyomorultak. De hát szerengény gyerek nem tehet róla, nem látott könyvet. Akkor inkább úgy kérdezem, hogy a generáció különbözősége mennyiben van összefüggésben a kultúraváltásokkal? Ava teljesen. Tehát, hogy alapvetően eleve a generációs besorolás az egy lokális történet, mert a helyi kultúra, a szociokulturális tényezők határozzák meg azt, hogy egy generáció viselkedése hogyan jelenik meg. Hiába egyforma időszak például az X generáció Amerikában meg Magyarországon, azért nagyon nehéz, és egyszerűen képtelenség lenne összehasonlítani egy amerikai X-est egy magyar X-essel, vagy egy amerikai baby boomert egy magyar baby boomerrel. Tehát annyira más volt az élet, tehát egy kommunista, kemény kommunista baby boomer időszakot összehasonlítani egy amerikai baby boomer időszakkal, de ugyanúgy egy kicsit lazább, szocialista, de azért úttörő mozgalomokkal teli X-generációst, és a kapitalizmus robbanását és a siker megélését Amerikában, tehát egy önbizalommal teli, önmagát eladó amerikai X-essel szemben egy olyan X-es, aki azért nem feltétlenül önbizalommal teli, sőt, egy nagyon bizonytalan magyar X-generációt látunk. Tehát én, mint nem baby boomer generáció tagja, nem feltétlenül vagyok hasonlítható, hogy teszem azt argentin baby egyáltalán boomerre? Nem, egyáltalán. Azt mondja nem, ezzel? Egyáltalán nem. Aha, hát olyannyira nem, hogy Amerikában most a baby boomerek laknak Floridába, és ugye az a generáció, ami most rettenetesen ragaszkodik a vagyonához, hát meg lehet nézni az amerikai elnököket, azokat mind vagy a baby boomerek, vagy a veteránok adják ki, és ugye volt a Times-nak az a nagyon híres, provokatív címlapja, amiben azt írták, hogy kedves baby boomerek, mikor fogtok végre már meghalni, mert hogy nem adják át ugye most az Y meg az E az első olyan generáció, aki nem kerül be abban az életkorban, abban a hatalmi pozícióban, abban a vagyonban, mint az előző generációk bármikor, mert sokáig érünk és ülünk rajta a vagyonunkon. De azért a magyar baby boomer az nem a vagyonán ül. Tehát ez egy átlag magyar nyugdíjas, az nem azt a fajta életet élte, hogy most akkor ő fogja a nyugdíját és elmegy Floridába, vagy elmegy a Balatonpartra és vesz magának. Tehát, hogy nagyon-nagyon más a pénzhez, a gazdagsághoz, a vagyonhoz, a karrierhez való viszony. Magyarországon a baby boomerek a rendszerváltás vesztesei. Amerikában a baby boomerek egy nagyon nyertes pozícióban ültek. De ezzel
együtt azt is mondja, hogy ebben alapvetően a globalizációnak nincs meghatározó szerepe? Onnantól kezdve, hogy egyre inkább globális lesz a világ, annál inkább igen. Tehát a digitalizáció és a média megjelenésével az X-esek már elkezdenek hasonlítani, de még nem nagyon, mert azért Amerikában nem beszélhetünk arról, hogy hétfői adásszünet, miközben a magyar X-esek pontosan tudják, hogy ez mit jelent, meg hogy 19-15-kor köpött a maci, ez egy amerikainak nem nagyon jelent semmit. Majd amikor jönnek az Y-osok, őnekik már van, megjelenik ugye a parabola antenna, és nemzetközi csatornákat is tudnak fogni. Aztán megjelenik az internet, és bármikor föl tudok menni egy olyan oldalra élőben, ami egy amerikai sztárnak a bejelentkezése. Hát ilyen régen, hát napokig tartott, amíg az információ átjött Amerikából Magyarországra. Generáció szempontból az ember mely életszakasza a legmeghatározóbb? Az első 7 év az, ami a leginkább befolyásol, de tény is való, hogy ebben az első 1000 nap az, ami az egyik legnagyobb kulcsot leteszi. Az első három év körülbelül. Az első 7 évnek van egy nagyon erős meghatározó szakasza, de hogy az első 12 is tulajdonképpen valamilyen szinten befolyásol, mert ugye 12 éves korig nem alakul ki az az idegrendszer, ami a racionális gondolkodáshoz kell. És hogyha az első 3 évem az egy elmélyült, egymásra figyelő, szemkontaktus teli lassú időszak, akkor a limbikus rendszerem, az érzelmekért felelős limbikus rendszer, az megszokja ezt a fajta metódust. De az első 3 évem audiovizuális, nagyon szenzitív, hipergyors, akkor én magam is szenzitív leszek, és én magam is hipergyors leszek, és azt nem lehet kiirtani az emberből. Tehát, ha jól értem, a generáció sajátosságainkat végeredményben tanuljuk, és ebben döntő szerepe van életünk első 3, illetve 7 évének, egészen pontosan annak a családi, társadalmi és technikai környezetnek nyilván, ami ebben az első 3-7 évben körülvesz bennünket. Fordítok egyet a beszélgetés menetén, és akkor azt kérdezem, hogy elképzelhető vagy elképzelhetetlen, hogy egy teszem azt 60 éves született fejlődőképes, hangsúly ezen van, úgynevezett baby boomer, ha neki úgy tetszene, generációt váltson, és például akár alfa is lehessen, tehát a legfiatalabbakhoz a 2010 után születettek generációjának a tagjává válhasson? Ugye alapvetően azért nehéz erre válaszolni, mert hogy nagyon-nagyon más az agyi működésünk, akkor, hogyha ha nem bontjuk le egyén szintjére. Ugye a generáció az általánosít, az egy ilyen helikopter nézőpontból nézi a társadalmat, és trendeket, folyamatokat néz, és azt ráhúzza az egész társadalomra. Minél inkább lemegyünk kisebb közösségekre, már ez az állítás nem feltétlenül igaz, de ha lemegyünk az egyén szintjére, akkor biztos, hogy nem igaz a generációs állítás. Tehát olyat, hogy tipikus Z-generációs ilyen nincsen. Tehát ezt nem mondhatok ilyet. Tehát ebből a szempontból, hogyha ez a 60 éves a személyisége, vagy működési módja, vagy az attitűdje olyan, hogy megengedi ezt a fajta változást, akár elképzelhető is. De hogyha 60 évesről beszélünk, ugye egy baby boomer születésű, egy olyan világra született, ahol ő még nem látott audiovizuális eszközöket, tehát hogy az ő alapvető működése, a limbikus rendszere, a válaszreakciói, azok az emberi mélységi kapcsolatokra alakultak ki. Az, ami most egy alfa generációsnak normális, virtuális influencer, ezt úgy nagyon nehéz nekem is megemészteni. Tehát, hogy ez nagyon sok puzzle darabból áll össze, hogy miért nehéz egy 60 évesnek azt mondani, hogy holnaptól alfa generációs normalitást fogok fölvenni, mert hogy az nem az az 5-6 szempontrendszer változása, hanem szinte millió és egy dologban változik meg a gondolkodásunk, a reakciónk, az életünk. Generációs különbségekről már kicsit beszélgettünk, de most mélyebben belemennék. Melyek azok a történelmi, társadalmi, technikai, esetleg biológiai változások, amelyek szétfeszítették a különféle korosztályok egymáshoz való viszonyulásának, szereposztásának bejáratott kereteit? Tulajdonképpen úgy is kérdezhetném, hogy a generációk egymás mellett élésének, egymáshoz való viszonyulásának rendszerében milyen változásokat hoztak az elmúlt évtizedek? Már az a fajta gondolkodásmód, ami mondjuk a nagypapámék időszakát jellemezte, az teljes mértékben létidegen lett. És bejön ez az általános tegeződés, bemegyek egy benzinkútra vagy egy boltba, már én sértődök meg, hogy nem tegeznek le. A mi gyerekkorunkban ez teljesen elfogadhatatlan, vagy érthetetlen lett volna. És ez 40-50 évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy az ember egymáshoz való viszonyrendszere a kapcsolódásában nagyon megváltozott, és ez kihat a kommunikációnkra. Azzal, hogy a baby boomer szülő megengedte a gyerekeinek, hogy tegezzék őket, annak egy
áttételes hatása van a köszönésre. Amikor én óvodás voltam 1970-valahányban, átmentem játszani az ovis társamhoz, becsöngettem az ajtón, kinyitotta az anyukája, akkor úgy köszöntem, hogy csókolom. Az anyukája meg azt mondta, hogy szervusz Krisztián, gyere be. Ma, ha egy gyerek, egy ovis gyerek átmegy az ovis társához játszani, és a szülei megtanították köszönni, akkor az első alkalommal úgy fog köszönni, hogy csókolom. De az anyuka lehet, hogy azt fogja mondani, hogy jaj, ne mondd nekem azt, hogy csókolom, hát én olyan fiatal anyuka vagyok, mondd azt nekem, hogy szia. A többi anyukának mondhatod, hogy csókolom, nekem mondd, hogy szia. Az anyukák fele azt fogja mondani neki, hogy mondd, hogy csókolom, a másik fele azt fogja mondani, hogy mondd, hogy szia. Ott áll a gyerek, még semmilyen kész idegrendszere nincsen, nem tud racionálisan dönteni. Az érzelmi agyát próbálja használni. És neki kéne eldöntenie, hogy melyik ráncos szeműnek mondja, hogy csókolom, melyik ráncos szeműnek mondja, hogy szia. Most őszintén mire gondol, hogy mi lehet az egyetlen logikus megoldása ilyenkor az agyunknak? Az, hogy nem köszön. Tehát csak így tudja magát megvédeni, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy rosszat csinál, hogy nem köszön. Mi vesszük el a kapaszkodót a gyerekektől? A mi időnkben egy nagyon erős kapaszkodó volt, mindenkinek csókolmat kellett köszönni. Nem volt jó. Mert kialakult egy olyan rendszer, hogy amikor elkezdtünk tinédzserek lenni, 11-12 évesen, már égő volt csókolmat köszönni, ezért rászoktunk arra, hogy úgy köszöntünk, hogy mi a... Tehát, hogy ne hallja senki, hogy mit mondok, a jó napot még létidegen volt, a csókolom az már nem ment, és akkor vegye ki mindenki, amit akar. De hogy kaptunk egy kapaszkodót, és a köszönés beleivódott az életünkbe. Most meg a gyerekektől a felnőttek elveszik a kapaszkodót, azt gondolják, hogy majd ők kitalálják, hogy hogyan lehet, de a gyerek nem tudja kitalálni. A gyereknek szabályok kellenek, a gyereknek keretek kellenek ahhoz, hogy megtanulja, hogy ezen a földi világon hogyan kell működni. És kialakul egy olyan rend, egy trend, hogy ezzel a közvetlenséggel elveszük a gyerekeinktől a kapaszkodót, rászoknak arra, hogy a köszönés az egy életveszélyes dolog, mert hogy ebbe belebukhatok, és azt mondják, hogy akkor nem köszönök. Felnőnek, elkezdenek tinédzserek lenni, és tinédzser korban elkezdenek chat alapon kommunikálni, mert írásban kommunikálnak egyre inkább. A chatben nincsen köszönés. A chat, az öreges chatben van köszönés, ugye az igazán boomeres chatet, amit alá is írunk a végén, tehát hogy ettől az égenerációsok megőrülnek, de hogy a chatben nincs köszönés, mert az egy longitudinális beszélgetés özön. Nincsen eleje, nincs vége, így van, és ráadásul nem térben és időben zajlik. Tehát kedden rám ír, én csütörtökön olvasom, pénteken visszaírok, hol köszönünk. Tehát nincs helye. És kialakul egy olyan új norma, egy olyan új értékrend, nem rosszabb, nem jobb, csak más, hogy a mai fiataloknak más jelent a köszönés, mint jelentett a 60-as, 70-es, 80-as években az embereknek. És ezt nem kell elfogadni, és itt jön a generációnak mi a haszna. Mi az, hogy nem kell elfogadni? Most mondta, hogy ezt meg kell érteni, pont azért, mert ez egy másfajta ez szokás. Ez két különböző dolog, a megértés és az elfogadás. Ugye, és itt jön a generációnak a haszna. Mert hogy rengeteg olyan munkahely van, munkahely, ahol a felső vezető megőrül attól, hogy a 20-25-30 éves kollégák nem köszönnek neki a liftnél. És belülről mérges, és rágja belülről a méreg, hogy miért nem köszönnek. De nem szól. És ugye itt jön a generációs megoldás, hogy ez a generációs változás, hogy tessék megérteni, hogy kialakul egy olyan trend, aminek a hatására a mai fiatalokat nem tanítjuk meg köszönni. A generációs híd azt jelenti, hogy akkor mi megtanítjuk. Tehát elfogadjuk azt, hogy... Megtanítjuk mi módon? Elfogadjuk azt, hogy minket megtanítottak köszönni, de ettől nem vagyunk jobb emberek, mert megtanítottak. Nem mi tanítottuk meg magunkat, a szüleink megtanítottak, vagy a társadalom megtanított. Ezeket a fiatalokat nagy tömegben nem tanította meg, de azt mondjuk, hogy ezen a munkahelyen, ezen az iskolában, ebben az óvodában az a keretrendszer, az a szabály, hogy a fiatal köszön az idősnek. Erre szerződünk. Ha nem tetszik, nem kell ide jönni. De ha tetszik, vagy hogy ezt elfogadjuk, akkor innentől kezdve így működünk, de én ezt megtanítom neked. Lehet, hogy 25 éves vagy, de megtanítom úgy, mint egy gyereknek, mert te nem kaptad meg. És be kell vezetni olyan humán skilleket, vagy olyan vezetői képességeket, hogy ilyen nagyon soft dolgokat is megtanítanak egy munkahelyen. És elkezdik tanítani 25 éves kollégákat arra, hogy hogyan köszönünk. Kicsit megelőzte a következő kérdésemet, amely arról szólt, semmi baj, hogy vannak-e olyan generációs tapasztalások, amelyeket az egyik generáció át tud adni a másiknak úgy, hogy a másik ezt a tapasztalást vagy tudást el is fogadja és beépíti a saját életébe. Mondjuk én már itt is kicsit kétségekkel vagyok az iránt, amit az előbb a köszönésről elmondott, hogyha én idősebbként elkezdek tanítani egy fiatalabbat, akkor nem azt mondja, ja hát boomer. Most még létezik egy olyan ember tömeg, akit zavar az, hogy nem köszönnek a fiatalok, azok mi vagyunk, de mi ki fogunk halni.
onnantól kezdve nem lesz fontos az, hogy köszönés, mert hogy őket nem tanította meg senki, és akkor kialakul egy olyan új norma, de ezt mi már nem fogjuk megélni, már nem kell ezen idegeskedni. De most még együtt élünk. Elég sokáig fogunk együtt élni, mert egyre tovább tart a várható élettartam. Tehát, hogyha ezt a jelenlegi együttélést meg akarjuk, túl akarjuk élni, vagy jól meg akarjuk élni, akkor el kell kezdeni valamit. Megint mondok egy példát. Tehát, hogy a kauzális gondolkodáshoz, az okozati gondolkodáshoz az kell, hogy gyerekkorban a gyerek leüljön a nagypapával, szétszedjék a kakukkosórát, ott vannak a fogaskerekek, rácsodálkozok a fogaskerekek, a nagypapa újra összeteszi az órát, és jár. Lemegyünk a ház elé, a trabantból kiveszük a gyertyát, apa megtörölgeti a gyertyát, visszateszi a trabantba, a trabant elindul. Tehát az, hogy elromlott otthon a tévé, apám először rácsapott a tetejére, lehet, hogy már attól megjavult, és ugye ez, milyen büszke voltam az apámra, ha nem javult meg, akkor rácsapott oldalról is a tévére, akkor se javult meg, akkor hozta a szerszámet, és így leszerelte a hátsó pannát, és elkezdte megcsinálni. Ugye ez kell az okokozati gondolkodáshoz, a kauzális gondolkodás, hogy a gyerekkorban ilyeneket lássunk a szülőn, nagyszülőn. Ma a technológia elvette a szülőktől ennek a lehetőséget. Tehát ilyen vékony egy tévé, nem tudok rácsapni a tetejére. Tehát a gyerekkori mintázatomat, hogy a gyerekemnek megmutassam, hogy apa megjavítja a tévét, nem tudom megcsinálni. Nem tudom, hogy hol kell elkezdeni szétszedni. Elromlik a mobiltelefonom. Hol álljak neki? Hát örülök, hogy egyszer be tudtam tenni a SIM-kártyát, soha többet nem tudok hozzányúlni. Nem tudom, hogy hol van egyáltalán gyertya a mai autókban, vagy hogy hol kell kinyitni. Érti? Tehát, hogy nagyon tudatosnak kell lenni a szülőnek arra, hogy például azt mondja, hogy ezeket a gyerekkori mintázataimat át akarom adni a gyerekemnek, akkor hol tudok nekiállni? Mert más a technológia. És hogy megint ugye a kérdésben benne van az, hogy a mi felelősségünk átadni. Igen, de annyira megváltozott a világ, hogy meg kell keresni azokat a pontokat, hogy mit tudok átadni. Ugyanakkor, és ennek ez egy módosított változata, miért szükségszerű a generációk harca? Ön is ezt adta a könyve címének, bár el szoktam mondani, hogy ez a kiadó ötlete volt, de azért olyan nagyon nem ellenkezett, mert valójában a generáció ellenkezett, igen? De hát a generációk között azért van harc, ebben meg lehet egyezni, ami a generációk kölcsönös meg nem értésén alapul, mert még jelen van ugye a 20. századi úgynevezett veterán nemzedék, és itt vannak a talán utolsó klasszikusnak is mondható, ahogy ön fogalmazott, baby boomer generáció tagjai, ugyanakkor már köztünk élnek az alfa generáció tagjai, tehát a legfiatalabbak, a 15 évesek. Olyan szintű változás történt az elmúlt 60 évben, 60-70 évben, aminek egy teljesen logikus következménye az, hogy ha nem figyelünk oda, akkor nem értjük meg egymást. Ugye mi ennek az oka? Az, hogy mindenki, amikor megszületik, az agya az akkori valóságot tekinti az origónak. És onnantól kezdve ehhez az origóhoz fogja viszonyítani a jövőt. Tehát mindig a jelenben a normálist ahhoz az alapnormálishoz fogom hasonlítani, ami a gyerekkoromban vagy a születésem pillanatában volt. És ebben akkora távolságok vannak az egyes generációk esetén, ami önmagában hordozza a konfliktust, mert hogy egy 2005-ben született, vagy egy 2002-ben született, számomra egy rettenetesen fiatal valaki, a 21. században született, de már a munkahelyen ott lehet. És az ő normálisa az erre jött létre. És nem tudom visszavinni a 70-es évek időszakába, hogy mi a normális, de ha én automatizmusként működök a munkahelyemen, akkor ugyanazt várom el tőle, mint az összes többi kollégámtól, aki a 70-es, 80-as években született. És azt veszem észre, hogy nagyon mások a reakciói. Hogy máshogy áll az időhöz. Nem köszön eleve, ugye erről beszéltünk. De azt mondom, hogy 9-kor kezdünk, és nekik a pontos idő nem ugyanazt jelenti, mint jelentette nekünk. Alázat, munkabírás, terhelhetőség, egy csomó olyan dolog, ami egy munkai közegben determinálja a harcot. De ugyanaz az iskolába. A pedagógus ugyanúgy próbálja leadni az anyagokat, mint az elmúlt 30 évben bármikor, és a mai gyerekek nem figyelnek, visszabeszélnek, letegezik a pedagógus, stb. Stb. Hát nyilván ezekben mind ott van, hogyha nem tudom követni ezeket a dolgokat, akkor elindul bennem az, hogy hát itt nem lehet. Nem tudom átadni azt, amit át szeretném adni, pedig én csak értéket szeretnék átadni. Csalódottság lesz, veszekedés lesz, konfliktus lesz. Stb. Mi ezeknek a feloldása, vagy a megoldásuk? Hogyha tisztában vagyok azzal, hogy én hogyan működök és miért, és tisztában vagyok azzal, hogy a másik generáció tagja hogyan viselkednek és miért, akkor sokkal közelebb kerülhetünk egymáshoz. Én azt hiszem, azt vallom, hogy a megértés az együttműködés alapja.
Felmérések szerint az utóbbi években egyre többen érzik, hogy romlik egzisztenciális helyzetük, és bizonytalanabbnak érzik a munkahelyüket, meg a különböző lehetőségeiket. Ehhez persze hozzátartoznak olyan tényezők, mint az EU-s országok közül idehaza, ugye a legmagasabb az infláció, vagy a sokak által kritizált oktatási rendszerrel kapcsolatos dilemmák, ami a fiatalok jövőképére negatív hatással lehet. Ezek a problémák az egyes generációkat hogyan érintik? Mennyire különböznek a megküzdési stratégiák, azt hiszem így mondják ezt szakszóval, az idősebb és a fiatalabb korosztályok között? Nagyon-nagyon bizonytalan időszakban élünk. Na ennek is kapcsolata van a média fogyasztással, hiszen pillanatok alatt rettenetesen sok információ bekerül a lakásunkba. Egyszerűen bevittük a világot a nappalinkba. Olyan információkat viszünk be a nappalinkba, amit régen a kutya nem akart hallani, és nem akart róla tudni. Rengeteg hatás ér minket, és hogy ez a rengeteg hatást nem tudja földolgozni az idegrendszerünk, és az idegrendszer erre bizonytalansággal válaszol. A bizonytalansággal stressz jön, a stressz beszűkíti a tudatot, nem tudunk kreatívak lenni, nem arra figyelünk, hogy hogyan teremtsünk, hanem arra figyelünk, hogy hogyan védekezzünk, hogyan éljünk túl, és ezek mind-mind olyan reakciók, amiben benne van az agresszió, benne van a feszültség, benne van a bizonytalanság. Na, de hogy, ugye nem ez volt a kérdés, hanem hogy küzdenek meg a különböző generációk ezekkel a dolgokkal. Szerintem Magyarországon, is mondtam, hogy a generáció az egy szociokulturális tényező, Magyarországon nincsenek megküzdési stratégiák, társadalmi megküzdési stratégiák. Egy van, majd az állam megoldja. Ez transzgenerációs nemzeti kulturális örökségünk. Magyarul minden generáció ezt így gondolja. Igen. Ugye a közösségorientált rendszerben ez így működött, hogy az egyén nem tudja megoldani, ezt is tanították nekünk, majd a nagyok megoldják, és akkor majd ahhoz csatlakozzál. Az én központú világban elindulhatott volna, vagy elindulhatna egy ilyen folyamat, csak valószínűleg van egy olyan tapasztalás, hogy az egyén lepattan valahonnan, és elindulunk ugye abba az irányba, az én központú világnak a logikus következménye, hogy kialakulnak olyan mikrokultúrák, vagy olyan irányzatok, ami a spiritualizmus irányába vezet, ugye a klasszikus vallásoktól elindulunk abba az irányba, ami az öngyógyítás, önmagam megismerése, és akkor elindulunk abba, hogy majd valahogy túlélem, majd valahogy megoldom. De ez csak Magyarországra jellemző, ha jól értem, vagy pedig általánosan a világra? A világ is bizonytalan, de azért nagyon más a megküzdési stratégia egy amerikainak, vagy egy nyugat-európainak, vagy egy ázsiainak. Tehát én azt gondolom, hogy ebben vannak igen nemzeti tapasztalatok, vagy nemzeti tudások. Nálunk az a nemzeti tapasztalás, hogy egyénileg nem tudod magadat megvédeni. Mert jöttek a törökök, jöttek a tatárok, jöttek a Habsburgok, jöttek az oroszok, jöttek a németek, mindenki jött, és hogy nincsen egy olyan fajta kulturális kapaszkodónk, hogy ezt egyénileg hogy tudom megcsinálni. Ugye ezt a leginkább a családi vállalkozásokban lehet megfigyelni. Hogy Nyugat-Európában rengeteg több generációs családi vállalkozás van, mert a történelmük ezt támogatta és megengedte. Nálunk a családi vállalkozásokat, a kisvállalkozásokat visszamenőleg több száz évre valaki mindig tönkretette. És nincsen egy olyan transzgenerációs mintánk, hogy ezt hogyan lehet továbbvinni. És ugye a rendszerváltáskor kialakultak ezek a kis, akkor kényszervállalkozásnak hívták, de az X-esek, baby boomerek létrehoztak egy csomó vállalkozást, ezeknek a tulajdonosai most kezdenek kiöregedni, kezdenek nyugdíjba menni, és nem tudják átadni a vállalkozásaikat, mert a gyerekeiknek nagyon más céljaik vannak, nagyon más gondolataik vannak, mert nem alakult ki az a fajta gondolkodás, mint Nyugat-Európában, hogy majd tovább visszük apának a céget, és az apa se úgy akarja átadni. És ugye itt ez megint egy megküzdési stratégia, amit meg kéne tanulnunk. Arról még nem kérdeztem, de nagyon érdekel, van értékesebb generáció és kevésbé értékes generáció? Nincs ilyen, hogy értékes vagy nem értékes, hanem az éppen aktuálisan uralkodó generáció, mert olyan viszont van, határozza meg azt, hogy mi lehet egy adott társadalomnak a működési rendje vagy normálom. Melyik az éppen uralkodó generáció? Hát mindig az, akinél a hatalom van.
a vagyon van, a vezetés van. Ugye most jelenleg Magyarországon nagyjából a fiatalabb baby boomerek meg valamennyire az X-esek. Most ők vannak a legtöbben vezetői pozícióban, nyilván a legtöbb pénzzel rendelkeznek, stb. Stb. Aztán ez majd is szépen megy lefele. Úgyhogy most a legtöbb munkahelyen X generációs szervezeti kultúra szerint működünk, meg a legtöbb a iskolában. Vagy hogyha megnézzük a politikusainkat, az több döntő többsége baby boomeres, ezért az üzenetek, a családi üzenetek, a nemzeti alaptanterve, mindenfajta ilyen dologba szentül hisznek, hogy az alapvető norma az az ő születéskori normálisuk. Ők ezt a valóságot tapasztalták meg. Az a nehezítés, hogy a most tanuló diákok születéskori normálisa nem ezzel van egyenlő szintben, és amikor bekerülnek az iskolába, akkor az ő tanult képességeik nem ott vannak, hogy ezt a fajta tudást be tudnák fogadni. Tehát nincs értékesebb generáció, csak aktuálisan egy többségi vezetői pozícióban levő generáció akarata, vagy véleménye, vagy normalitása kerül előteljesen hangsúlyba, és azért látunk most harcot, mert jönnek a fiatalabbak, akik egy másfajta normalitással jönnek, és nekik nem tetszik ez a fajta, nem igaz, hogy nem tetszik, hanem hogy nem tudnak kapcsolódni ez a fajta normalitáshoz. Jó, akkor most hagyom, hogy végre igyon pár kortyot, addig pár másodperc erejéig nézőink, hallgatóink, támogatóinkat látják, aztán már folytatjuk is. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. Folytatjuk is a generációkról szóló podcastet Steigerwald Krisztián generáció kutatóval. A munkát már egy kicsit érintettük a beszélgetés előző részében, de most akkor a részletekbe is belemennék. Néhány főleg az Y és Z generációk speciális jellemzőiről kérdezném. Például ezeknek a generációknak a tagjai miért váltogatják olyan sűrű munkahelyeket? Miért nincs kötődésük? Miért nincs pályaépítésük? Kérdezem nyilván a saját generációm szemszögéből. Mindig valamihez képest mondjuk ezeket a dolgokat, és egyébként generációsan tényleg azt mondjuk egy veteránnak nyugdíjas állása volt. A mi generációnknak azt mondták, hogy ilyen 7-8 évente váltson állást, mert hogy különben begyöpösödik. Egy átlagos Z-generáció ma Magyarországon nagyjából 2 évente állást változtat. Az, hogy miért ilyen gyorsan, nagyon erőteljesen megváltozott a munkakörnyezet az utóbbi néhány évben. Tehát amikor én voltam fiatal, akkor egy olyan munkakörnyezet volt, hogy a munkavállalónak majdnem, hogy meg kellett aláznia magát, hogy fölvegyék egy munkahelyre, mert munkaerő többlet volt, és versenyeztünk a többi munkavállalóval, hogy fölvegyenek valahova, és ha fölvettek, annyira örültünk, hogy lementünk kutyába, és bármit megtettünk azért, hogy minket ott megbecsüljenek. Ezzel szemben elmegyünk abba az irányba, most az elmélyült tudás nem is versenyképes, hanem a felszíni tudás az, ami versenyképessé teszi az ember. Tehát minél több mindenhez ért egy picit. És hogyha szükséges, akkor majd utána néz, és azt a picit jobban fogja elmélyíteni. És ezt a leginkább úgy lehet megszerezni, hogyha sok helyre elmegyek. És ráadásul a fiataloknak... Sok helyre elmegyek dolgozni. És ráadásul van a fiataloknak egy olyan tapasztalata, hogy sokkal nagyobb lesz a fizetése akkor, hogyha 2 évente felmond, mert hogyha ott maradok a munkahelyen, nem emelik olyan dinamikusan a béremet, mint hogy átmegyek egy másikhoz, majd átmegyek egy újabbhoz, és átmegyek egy újabbhoz, és mondjuk 10 év múlva visszajutok ugyanhoz a vállalathoz, lehet, hogy dupla annyi bérem lesz, mint aki ott maradt. És az előbbre való szempont, mint mondjuk a pályaépítés vagy a karrierépítés, mert ebből az nem lesz. Hát én központú gondolkodásban azt nézem, hogy rövid távon nekem mi a hasznosabb. Hol van pályaépítés egy olyan világban, ahol nem tudják, hogy egyáltalán mi fog történni velünk 40-50 év múlva? Hol van tudatos karrierépítése az ott, ahol nem tudjuk, hogy mi lesz a nyugdíjkorhatár? És ugye azért könnyebb nekünk ehhez való hozzáállás, mert amikor mi voltunk gyerekek, akkor az öregségi nyugdíj a nőknél 55 év volt, a férfiaknál 58-60. Ma egy fiatal nem látja, hogy hol van a fizikai aktivitásnak a vége. Tehát olyan idős emberek mondják meg a tutit a dolgokról, akik a mi gyerekkorunkban már réges-régen nyugdíjasok voltak, ráadásul nem kerül bele abba a bizonyossági helyzetbe, hogy egy diplomával a nyugdíjáig el tud menni.
A mi időnkben ott volt egy friss diplomásnak, hogyha nem csinál nagy hülyeséget, azzal a diplomával egészen nyugdíjas koráig megél. Most meg akár 5-6 év múlva is az a tudása haszontalan lesz. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenből tevődik össze, hogy nem tudott maradni, nem akarott maradni. És tovább megyek, a munkaadó is belejátszik ebbe, mert most a munkaadóknál látjuk azt a trendet, hogy nagyon sok munkaadó azt mondja, hogy ha valaki sokáig ott marad egy cégnél, akkor ez egy picit unalmas. Érdekes, én tudja, hogy egészen mással magyaráztam ezt, mert tapasztalataim szerint ez a két legfiatalabb generáció, tehát a Y és a Z generáció, az én megfigyelésem szerint, mintha boldog akarna lenni, sem mint a munkában feloldódni, miközben mondom én megint csak boomerként, hogy a boldogság egyik forrása a munka, vagy legalábbis a munka az nagyon meg tudja alapozni magát, a jó érzést, a komfortérzetet, ha úgy tetszik, a boldogságot. Minket arra tanítottak a szüleink, hogy nekünk legalább könnyebb legyen. Tehát ez volt az üzenet, hogy a csillagokat is lehozzák az égről, lehet, hogy nem tutújgattak minket annyira, meg nem fejezték ki a szeretetüket verbálisan, meg taktilisan, de hogy az volt a cél, hogy csak tanuljál, fiam, neked ez az egy dolgod van, neked könnyebb legyen. Könnyebb lett? Ezzel lehet vitatkozni, de azért jóval könnyebb a mai lét, tehát nem kell szenes vödröt felcipelni az emeletre, vagy olajos kannát felcipelni, tehát hogy az életünk könnyebb lett. Mi már nem azt akarjuk a gyerekeinknek megtanítani, hogy könnyebb legyen, hanem boldogabbak legyenek. Nem tudjuk az, mit jelent, nem tudjuk az, hogy kell, csak pusoljuk őket, hogy legyetek boldogok. Ti ne csináljátok azt a hülyeséget, mint a szüleitek. Látjátok, itt van apátok 47 évesen magas koleszteri szinten, meg magas vérnyomással, alig kapok fizetést. Na, te kérd meg az áradat, legyél okos, csináld másképpen. És ezt tanítjuk az összes gyereknek, az összes szülő az összes gyereknek, majd utána a munkaadó azt látja, amit Sándor mond, hogy hát igen, de nem maradott olyan sokáig, persze, hogy nem. Mert hogy ez hoz egy olyan csomagot is, hogy saját magadat nézd, ne a részvényes nézd, ne azt nézd, hogy a vállalat majd többre viszi, hanem én központuságra tanítjuk a gyerekeinket, azt mondjuk, hogy magadat nézd elsősorban, mert az egyetlen dolog, ami az életedben biztos, az te magad vagy. Tehát erről az előző generáció, a szülők generációja tehet? Jaj, de féltem, hogy ezt fogja mondani, hogy tehet. Nem tehet, hanem ez egy folyamat, ez egy okokozati összefüggés, és ez nem hiba, vagy nem tehet róla, hanem ez a csomagunknak a része, igen. Én meg úgy gondoltam, hogy az idősebbek inkább feladatorientáltak voltak, erre tett is utalást egyébként, viszont a mai fiatalokat gyakran éri az a vád, hogy lusták meg, érdektelenek. Tehát olyan generációk nőnek fel, akiknek mintha azt tanítanák, hogy inkább ugye boldogok legyetek, csak hogy ez nem a munkafókuszú lét, amiről persze nem tudom, hogy baj-e vagy sem. A múltkor egy 23 éves fizikai munkás azt mondta egy gyárba, hogy ő rettenetesen szeretne beszélgetni az idősebb kollégákkal, de hogy az idősebb kollégák a szünetben csak és kizárólag a munkáról akarnak beszélni. És őt az nem érdekli, hanem hogy neki van élete, van egy csomó minden benne, hogy ő nagyon szívesen megosztaná, de hogy a baby boomer kollégák nem osztják meg a dolgaikat. Na, itt van a lényeg, a feladatorientáltság meg az élményorientáltság között, hogy még közös témát se találunk, és azt mondjuk egy lusta disznó, mert hogy nem találjuk a kapcsot, ő meg azt fogja mondani, hogy milyen unalmasak ezek a baby boomerek, én nem akarok ehhez hasonlítani, nem akarok beledögleni a munkába 45 évesen, mert hogy ő még sokáig élhet. Potenciálisan, ugye azt írja Harari a 21 lecke 21. századról című könyvében, hogy orvosilag nem lehetetlen, hogy a 21. században 120 évig éljünk. Hát akkor teljesen más, hogy áll hozzá ez a fiatal generáció az élethez, mint azok, akik azt látták, hogy 55-60 évesen nyugdíjban megyünk, aztán utána 1-2 év és vége. Korábban valahol már említette, hogy neurológiai szempontból is jelentős a változás az utóbbi legalább két generációban. Ez például a figyelemre és a memóriára is nyilván hatással van ezeknél a generációknál. Milyen hatással? Az internetpszichológusok állítják, hogy az internet nem az elmélyülést támogatja, hanem az internet a felejtést támogatja. Tehát minél inkább egy olyan világba születik bele egy fiatal, nem fiatal, egy újszülött, egy olyan világba születik bele, ami egyre inkább van audiovizuális, egyre több a digitális tartalom, akkor az ő adaptálása a világhoz, a hozzáállása a világhoz az lesz, hogy az nem az elmélyülést fogja megtanulni, hanem a felejtést fogja megtanulni. Nyilván ez egy olyan történet, aminek a hatására a koncentrációs képesség, ami megint egy képesség, az drasztikusan csökken. Pontosan tudjuk azt, hogy a világban, hogy az emberi faj koncentrációs képessége fokozatosan csökken, elég erőteljesen. És ezt már nagyon komoly emberek is megfogalmazzák, agykutatók megfogalmazzák, hogy nem tudnak elolvasni
úgy egy könyvet, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, mert hogy annyira sokat keresünk a neten, hogy az agyunk rááll arra fajta gondolkodásmódra, az, ami az internet alapú gondolkodás. De az nem a lineáris gondolkodás. Ugye az emberi fajunk az elmúlt pár ezer évben lineárisan gondolkodott. A tudomány, a zene, a műveltségünk lineáris gondolkodásra épül, de az internet nem lineáris gondolkodás, az egy szakadozott gondolkodás. És hogyha rászokunk a szakadozott gondolkodásra, akkor nem fogunk tudni úgy beszélni, nem fogunk tudni úgy olvasni, nem fogunk tudni úgy kommunikálni, mint ahogy az előző néhány ezer évben is mondom. Olyan tanult emberek is észrevették magukon ezen a változásokat, akik a 20. században szocializálódtak, könyvön tanultak, könyvből tanultak, de már olyan gyakran használják az internetet, hogy az ő agyuk is megváltozott. Most gondoljál az az újszülött, aki ebbe szocializálódik, a szülei nem olvasnak könyvet, nem lát egy ilyen mintát, hogy neki milyen teljesen más válaszreakció, idegrendszeri válaszreakció lesznek arra, hogy mi az elmélyülés, mi a koncentráció. És eljutunk oda, ugye dr. Gulda Ádám, a Pécsi Egyetemnek a média kutatója mondta azt, hogy jelenleg egy átlagos Z-generációs figyelmi kapacitása 8 másodperc, miközben az aranyhalé 9 másodperc. Tehát, hogy azért nem állunk jól ebből a szempontból. Egy Justin Smith nevű amerikai írónak van egy könyve, az internet nem az, aminek hiszed címmel. Ebben azt állítja a szerző, hogy nem az a gond az internet, hogy megosztja a figyelmet, hanem az, hogy elveszítjük azt a képességünket, hogy úgy döntsünk, csak egy dologra fókuszálunk. Igen, ugye a prefrontális kéreg az agynak az egyik legmagasabb rendű területe, és ez 25 éves korra alakul ki, és ennek a része például a tudatos döntéshozatal, és hogy pont ez, ami egy nagyon-nagyon magas szintű tényezője az emberi fajunknak, mert ez semmilyen más fajnak nincsen meg ez a tudatos döntéshozatala, ez például az internettel elvész. Mert hogy leülök, hogy én valamit elkezdek keresni, és egyszer csak feldob egy valamilyen kis felugró pop-up ablak egy cuki kis cicát. És így elvonja a figyelmemet, és oda kell, jaj, de cuki, és nézem egy percig, és akkor eszembe jut, hogy jaj, nem ezért jöttem fel, akkor elkezdek nézni valamit. Akkor pittyek a telefonom, hogy jött egy üzenet. Na, akkor elkezdem azt nézni. Hát ebbe hogy lehet elmélyülni? És az internet legnagyobb veszélye tényleg ez. Nem az, hogy eltávolodunk egymástól, nem az, hogy magányosak leszünk, vagy nem leszünk magányosak. Ezek mind-mind következmények, de hogyha a tudatos döntéshozatalt elveszíti a fajunk, akkor az egyik legmagasabb rendű gondolkodásunk kerül veszélybe. Az idegrendszer változása azt jelenti, hogy sokkal nehezebben megy a fiatalabb generációnak a problémákkal szembesülnie és azokra megoldást is találnia? Ugye nem azért megy, mert fiatal generáció, hanem azért, mert egy olyan rendszerben nő fel, ahol nem kapja meg azt a mintázatot a szüleitől, vagy a társadalomtól, hogy elmélyülten tudjon gondolkodni. Az elmélyülésnek az egyik alapja az olvasás, hogy olvassa a szülőnek így pici gyerekkorban, 2-től 6 éves korig, milyen intenzitással érik el az a szájjal olvasott mesét. Tehát ugye az azért hangsúlyozom, és fura lehet, mert ugye a hangos könyv is egy mesehallgatás, de nem ugyanazt az agyi fejlődést alakítja ki, mint hogyha én olvasom, mert hogyha tőlem kérdez a gyerek, akkor tudok válaszolni. A hangos könyv az nem fog válaszolni. Nem lesz zombi a gyerek attól, hogy mesét néz a tévébe, de másfajta idegpályák fognak kialakulni. És nyilván ez a figyelmi kapacitását nagy mértékben fogja befolyásolni. Az olvasás az alapja az elmélyülés képességének. Az elmélyülés az alapja a probléma megoldó képességnek. Ha gyerekkorban nem olvasunk, nem lesz probléma megoldó képesség. És akkor előbb-utóbb egy globális kultúraváltás is eredményez ez, ugye? Hát tessék, itt van a mesterséges intelligencia. Nem véletlenül jutottunk el oda, hogy egy csomó szakmát majd megpróbálnak robottal pótolni, mert hogy az emberi faj képességei annyira át fognak alakulni, hogy nem ahhoz lesznek megfelelőek ezek a képességek, amit eddig túl hittünk vagy gondoltunk az emberi fajról. Például abban, hogy mintha apadna ugye a figyelme, a koncentráció képesség, erről beszéltünk az imént a fiatalabb nemzedéknek vagy generációknak, ebben nincs szerepe annak, hogy a szülők nemzedékének is figyelme, mintha egyre inkább apadna. Magyarán talán az önkönyvében olvastam, hogy a szemkontaktus mint olyan egyre ritkább a családokban. Tehát az, hogy beszélgessünk, hogy szemtől szemben fejtsük ki a véleményünket bizonyos kérdésekről, tehát legyen valamiféle interakció.
KSH-nak van egy időmérleg nevezetű felmérés, amiben megnézi, hogy egy napon belül mivel hány percet foglalkozunk, és egy átlag magyar család napi 7 percet beszélget egymással, ami azért nem olyan túl sok, és ebben a 7 percben benne van minden, ami beszélgetés szintén megjelenhet. Ez az egyik, hogy nagyon kevés időnk van, túl vagyunk terhelve információval, túl vagyunk terhelve szórakoztató kontenttel, túl vagyunk terhelve munkával, külső feszültséggel, bizonytalansággal. A másik, a szemkontaktus, amit említett, az nem csak arról szól, hogy felnőtt emberek leülünk beszélgetni, és szemkontaktus van, mert ugye ezt mondtam, hogy 12 éves kor így nem alakul ki ez az idegrendszer, ami a racionális gondolkodáshoz kell. Ez, hogy mi nézünk egymásra, ez nem a racionális agyunk dönti el, hanem az, hogy az édesanyánk gyerekkorban szoptatás közben volt-e szemkontaktus vagy sem. Mert hogy a csecsemő 25 cm-re lát el, ez pont az a távolság, ami az etetés az édesanyja és a gyermek között. Az etetés és a szemkontaktus az az érintés után a második legfontosabb dolog a gyerek egyetfejlődése szempontjából, és az egy kétirányú kapcsolódás, hogy az édesanyja az nézi a gyermekét, belenéz a szemébe, beszél hozzá, miközben történik ez az intim kapcsolódás. És ugye kutatásokból tudjuk azt, hogy egyre nagyobb arányban, nem csak Magyarországon, ez egy nemzetközi változás, hogy egyre több anyuka szoptatás közben csetel. Ugye most, hogyha felsziszennek a hallgatók, hogy úgy Jézusom, hát ez nem normális, akkor hadd utaljak vissza, amivel kezdtük, hogy kinek mi a normális. Amikor születtünk, az a gyerekkori normalitásunk. Nem normális azoknak, akiknek nem így volt, de most sokkal nehezebb egy édesanyának a dolga. Akkoriban, amikor én voltam gyerek, azt tanították, hogy 3 óránként etessék meg a gyerekeket, ne vegyék föl a sír, mert akkor nagy baj lesz, mert elkényeztetődik a gyerek, ezt nem szabad hagyni, hogy egy gyerek elkényeztetődjön, hadd sírjon, erős lesz a tüdeje. Ma azt tanítják, hogy igény szerinti etetés van, egy gyereket nem lehet elkényeztetni, vedd föl, etesd meg. Tudjuk azt a kutatásokból, hogy nagyon sok olyan édesanyja van, aki a nap 24 órájából akár 16 órát is otthon ül és eteti a gyerekét. Hát megőrül szerencsétlen a jelenlegi világunkban, hogy ennyire el van választva a világtól. Jó, hogy elkezd csetelni. Tehát, hogy nagyon-nagyon más viszonyrendszerben vagyunk, és ugye kapitányfővény Mátai függőség kutató azt mondta, hogy egy ilyen élethelyzetben napi 3 óra social media kapcsolódás akár még javíthat is a mentális egészségen. Tehát mielőtt pálcát törnénk a mai anyukák fölött, értsük meg, hogy nagyon más most szoptató anyukának lenni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. De ha azt látja a gyerek, azt tapasztalja a gyerek ebbe az intim kapcsolódásba, az ősbizalom kialakulásának a pszichés fázisába, hogy az anya néha rám néz, néha a mobiltelefonra ránéz, és ugyanazt az endorfin termeli a csetelés, mint amikor rám néz, akkor kialakul benne az a fajta gondolat, amit anya néz a másik kezébe, az nekem kell, mert hogy az velem egyenértékű. És hogy nem engem néz, hanem azt nézi, az lakás tele van olyan audiovizuális eszközökkel, olyan családtagokkal sincs szemkontaktusunk, és tudjuk jól most a kutatásokból azt, hogy a mai gyerekek lényegesen kevesebb szemkontaktus kapnak kora gyermeki időszakban, nem csak anyától, hanem apától és a testvérektől is, mert hogy nézzük a tévét, nézzük a laptopot, hogy egy teljesen másfajta tapasztalás lesz például a szemkontaktussal. És amikor bemennek ezek a gyerekek az iskolába, és azt mondja a tanár nekik, hogy nézzetek rám, hogyha velem beszéltek, vagy magyaráztok, hiszen az a normális, hogy a gyerek belenéz a másiknak a szemébe, akkor megint a saját normalitásodból indulsz ki, és nem veszed figyelembe azt, hogy ezek a generációknak egyre nagyobb tagjai nem kapják meg azt a szemkontaktust, amit az elmúlt x ezer évben a gyerekek megkaptak. Vagy nem beszélnek szoptatás közben velük a szülők, ami a beszédkészség fejlődésének egyfajta gátja. Vagy ha megy otthon a tévé, akkor a felnőttek nem beszélgetnek annyit, hanem nézik a tévét, az 1-2 éves gyerek meg nem, ugye neki az az alapvető biológiai készletése, hogy hallgassa a felnőttek beszédét, mert abból fog kialakulni az ő beszédkészsége, de szól a tévé, ezért ő is elkezd arra figyelni. Nem érti, 2 éves korig nem érti egy gyereknek az agya, hogy mit lát a képernyőn, de az orientációs reflexe miatt oda kapja a szemét. Tehát még azt is mondhatnánk, hogy rákényszerítjük a gyerekeinket arra, hogy digitális eszközhasználók legyenek. Azt is olvastam készülve az önnel való találkozásra, hogy az internettel a 20 évesek narcisztikusak lettek és meglehetősen túlérzékenyek. Ha ezzel egyetért, mivel magyarázza? A kamasság, a tinédzserség az mindig azt jelenti, hogy leválni a szüleimtől és kialakítani a saját identitásomat az eddig kapott identitással szemben. Ugye ezért lázad egy tinédzser, hogy a saját kortársainak megmutassa, hogy ki vagyok én, szembe azzal az énnel, amit eddig a szüleim adtak. De most már nem csak a saját
identitását kell megmutatni, hanem van egy szájberénje, amit meg kell mutatni. Az tehát mit jelent? A szájberén, hogy az interneten is fel kell építeni egy ént, aki nem alszik. Aki 24/24 gyűjti a lájkokat, a kommenteket, a barátokat, akármilyen, annak állandóan szépnek kell lenni, annak állandóan tökéletesnek kell lenni, mert ha nem az, akkor jöhetnek negatív kommentek, jöhetnek a trollok, bánthatnak, stb. Tehát egy ilyen helyzetben van egy átalakuló agyi tevékenység, ugye a kamaszkor, ami egy nagyon-nagyon nehéz időszak, az egy nagyon-nagyon megterhelő egy gyereknek az életében, az az 5-6-8-10 év, amit kamaszkornak hívunk. Önmagában nagyon érzékeny ilyenkor egy fiú is, meg egy lány is, de hogy ráadásul most annyira szenzitív ez a történet, hogy nem csak az offline közegébe kell ezt megtennie, hanem 24/24 meg kell tennie az internetes közegében is. És ez nagyon támadható, ez nagyon nyomasztó, nagyon pszichésen terhelt, és ebben egy szülő nagyon sokszor nem tud segíteni. Hát nem is tudják, hogy mit jelent az, hogy szájberén. Oda megy a gyerek, és azt mondja, hogy segíts anya, ebben is, és nem tudom, mert nekem nem volt szájberéneim. Én azt mondom, hogy akkor ne csináld, de az nem válasz, az nem tud kapaszkodót adni. És maga az internetes térben is azt látják, hogy a korábbi archetípusok, azok nem vezetnek sehova. Ugye férfiként inkább arról tudok beszélni, hogy most sokkal érzékenyebbek a tinédzser fiúk, mint valaha voltak az emberiség történetében, mert hogy azok a férfi archetípusok, amik eddig jellemezték a férfiakat, azok most már nem működőek. A hollywoodi filmek is másképpen mutatják meg a fiúkat. Ugye most a külsőség egy nagyon erős férfi sztereotíp viselkedési mód. Az emberiség történelmében a külsőség nem férfi jellem volt, hanem egy női jellem volt. Most meg, hogyha fölmegyünk az Instára, vagy a bármely social media platformra, a fiúknak rengeteg mindent meg kell magukról mutatni, hogy hány kocka van a hasán, hogy néz ki, mennyire igényes, mennyire ad magára. És hogyha valaki ebből kilóg, és ebből sajnos pont most tudunk egy magyar szomorú esetet fölhozni példaként, hogyha valaki ebből kilóg, akkor akár halálra is bánthatják a többiek. A 16 tehát, éves fiú például, történetét mondja, aki vonat elé vetette magát, mert a testével sokan gúnyolódtak. És bántották, és folyamatosan bántották, 24/24 bántották, mert el lehet érni ezekkel az eszközökkel bármikor, és hogy nem tud elbújni, és nem tud kihez nyúlni, és hogy ebben ugye van egy olyan másik változás, hogy az apai szerepkörök is megváltoznak, hogyha már a fiúkról beszélünk. Ugye régebben egy poroszos, hierarchikus apakép volt, most egy ilyen mentorapa, haverapa, emocionális apa jelenik meg. Innéltől fogva a férfi üzenet az, hogy te lehetsz érzékeny, te foglalkozhatsz a lelkeddel is, foglalkozhatsz mással is, és mondjuk fizikai munkások, szakmunkások kikerülnek a munkahelyre, ahol a középkori szakik még abban szocializálódtak, hogy be kell törni a fiatal munkavállalat, hogy jó szakember legyen belőle, de ő érzékeny, és azt mondja, hogy akkor inkább elmegyek. És ugye visszautalva az elő, miért mond ilyen gyorsan föl? Mert nem érzi jól magát. Mert megalázzák, és ő már nem akarja, hogy megalázzák. És hogy akkor hogy lehet ezeket a kapcsolódásokat megtalálni? Ugyanakkor arra mi a magyarázata, hogy éppen a fiatal generációk például a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra sokkal érzékenyebbek lettek, mintha e tekintetben a felelősségük sokszorosa lenne a többi generációénak? Hát persze, mert ez az ő életük. Tehát, hogy én is foglalkozok azzal, hogy a saját életemben milyen drasztikus változás történt például a környezetemben, vagy az időjárásunkban, vagy a gyerekkoromban, ilyenkor november, decemberben már biztos, hogy voltak egy csomó havas nap, a gyerekeim meg még nem láttak hót szinte Magyarországon, mert hogy alig-alig van. Tehát, hogy nagyon drasztikus környezeti változások vannak, de valahogy úgy vagyok ezzel, hogy de majd meghalok, mire egy nagyon komoly változás lesz, hogy nem látom, vagy nem érzékelem. Apolsoméknak meg aztán végképp ez az egész klíma történet, ez inkább egy ilyen hisztinek hívott valami, hogy hát ez mindig is volt a világban, most mit kell ezzel foglalkozni. De ugye a mai fiataloknak szinte nem telik el úgy egy nap, hogy reggel fölkelnének, és ne olvasnának egy social media platformon valamilyen hírt ezzel kapcsolatosan. Tehát ott van ez a nyomasztó bizonytalanság, hogy nem tudják, hogy mi vár rájuk. Nem tudják, hogy erre lesz-e bármilyen megoldás, lesz-e bármilyen válasz. Nyilván sokkal érzékenyebbek, de egyébként sok esetben nincs mögötte cselekvés.
Tehát, hogy egy szűk minoritás az, aki tud valódi cselekvést bevinni. Ezek sem mindig találkoznak egymással. Ugye vannak ezek a biovonalak, vannak a hulladékmentes vonalak, vannak az ők. Tehát, hogy nagyon sok megoldást keresnek sokan. Úgy tűnik, mintha az Z-generáció teljes populációja foglalkozna ezzel, de a kutatások nem azt mutatják egyébként, hogy valójában az Z-generáció nagy többsége az valóban környezettudatos lenne. Beszél róla, csetel róla, posztol róla, de a cselekvésben még nem feltétlenül lehet azt látni, hogy valóban szelektíven gyűjteni a hulladékot, hogyha azért 5 méterrel többet kell menni. Tehát, hogyha kényelmes és ott van a számba, akkor megcsinálom. De hogyha arrébb tolják azt a kukát, akkor már nem biztos, hogy megcsinálom. És arra mi a magyarázata, hogy a kutatások szerint a mai fiatalok gyorsabban égnek ki, mint az őket megelőző generációk, amit az egyre bővülő lehetőségekre vezetnek vissza? Amiatt, mert felgyorsult az életünk, és nagyon gyorsan hozzájutunk dolgokhoz, valahogy úgy tűnik, hogy a munkaadónak az elvárása a fiatal munkavállalóval szemben sokkal nagyobb, mint a mi időnkben volt. Ez lehet azért is van, mert hogy a fiatal munkavállalók több pénzt kérnek ugyanazért a munkáért, vagy a kevesebb munkáért. Úgy érzik, hogy sokkal több befektetést tettek meg eddig az életükben, mint amit a munkáltató kompenzál, és ezért ez lehet egy ilyen közös játék. De hogy nagyon úgy tűnik az interjúkból, hogy azt mondják a fiatalok, és azt mondják egyébként a főnökök is, hogy elképzelhető, hogy többet várnak el most a mostani fiataloktól, mint amit tőlünk vártak el. Hamarabb, gyorsabban kell beállni a rendbe, mert hogy fölgyorsult a nyomás. Sokkal gyorsabban kell adaptálódni, és erre nem biztos, hogy egy fiatal munkavállaló képes. És azt látja a social médiában, hogy az ismerőseim ezt tök könnyen megteszik. Milyen szépek, milyen boldogok, milyen vidámak, egy csomó pénzt keresnek, elutaznak ide-amoda, nekem meg nem megy, akkor ez nagyon gyorsan, nagyon komoly kiégéshez tud vezetni. Ugye a kiégés ez egy olyan fajta történet, amit régen a 40-50 éveseknek a betegségének hívtunk, hogy egy olyan pszichés történet, pszichés elváltozás, amikor már annyira nem tudsz mit kezdeni magaddal, hogy a munkádban nem tudsz kiteljesedni, hanem beleőrülsz abban a munkába, és ennek ilyen nagyon komoly pszichés tünet együttesei alakulnak ki. És most már akár középiskolásoknál is megjelennek ezek a tünetek. Tehát ilyen 16-17-18 éveseknél látunk kiégést, ami azért korábban nem volt. Közvetőleg úgy eszembe jutott, hogy a generáció kutatásnak ön a saját életében látja például a hasznát a gyerekek nevelése során, ugye van egy 7 éves és egy 4 éves gyereke. Igen. Ezen sokat gondolkodtam, hogy a hasznát látom-e, vagy a kárát inkább. Tehát hogy nagyon sokszor kritizálom saját magamat, hogy felismerem a viselkedésemben a saját X-es létemet, vagy a saját szüleim automatizmusai visszaköszönnek. Tehát sokkal kritikusabban figyelem magamat. Ennek azért van előnye. Tehát azt gondolom, hogy én sokkal tudatosabban vagyok apa, mint a nagy átlag. Mert itt olyan megértőnek bizonyult tulajdonképpen, pláne a fiatal, meg a még fiatalabb generációk, hogy szinte már túlzásnak tűnt, azért jutott az eszembe. Aha. Ha egy szülő teszem azt, az X generáció tagjaként nevel egy gyereket. Mi dönti el, hogy a gyerekre mi lesz nagyobb hatással? Az X generációs szülőnek a normája, vagy a saját generációjának az értékrendje? Ugye senki nem úgy éli az életét, hogy milyen generáció tagja, az egy csak egy része a viselkedésünknek. Alapvetően van a személyiségünk, ami nagyon erőteljesen befolyásol a DNS térképünk, hogy egyáltalán mire vagyunk képesek. A mikrokörnyezetünk, tehát hogy honnan származunk, milyen anyutól és milyen aputól származunk, az, hogy milyen körülmények közé születtünk, tehát hogy nagyon nehéz összehasonlítani egy bankár családba született X-generációst, meg egy fizikai munkás családjába született X-generációst, hiába Magyarországra születtek, azért nagyon-nagyon más dolgokat hoznak magukkal, de például mind a kettőnek a működésére, vagy az attitűdjére hatással van az, hogy mind a kettő tudja, hogy mi az, hogy hétfői adásszünet. Tehát, hogy itt van az összefüggés. Az, hogy egy családon belül egy gyerek a generációs értékeket viszi el tovább, vagy a szüleinek a személyiségét viszi tovább, az nagyon személyiségfüggő. Én azt nem keverném a generációval. Arról már volt szó, de egy pillanatra visszatérnék ide, mert talán nem elég nyomatékkal, hogy a generációs életér első nagy terepe a család, ugye? A családnak tudjuk minta és normadó szerepe volt, ami megtanította a következő generáció tagjait a beilleszkedésre, a rutinokra és így tovább. A családnak ez a szerepe még megvan, vagy pedig a család már kivonult, esetleg kikopott erről a területről?
Magyarországon megvan. Én hiszek a családnak az erejében, nekem is van saját családom, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kapaszkodót tud adni az egyénnek is, hogy egy erős családban nevelkedik. És ez nálunk még mindig erőteljesen megfigyelhető. Sőt, ugye a egyre inkább megyünk abba az irányba, hogy a szülőségbe, ha belekerülünk, akkor nem akarjuk egy éves korában a bölcsödébe tenni a gyereket, hanem hogy egy picit még ott foglalkozunk vele. Foglalkozunk azzal, hogy minél tökéletesebb anyák legyünk, minél tökéletesebb apák legyünk. Hát egy csomó olyan szülőakadémia van, csomó olyan könyv van, ami ezzel foglalkozik. De tehát, mennyiben kell módosítani kinek-kinek a saját szerepét a családban? Mennyiben legyen más az apa? Mennyiben legyen más az anya? Most egy olyan időszakot élünk, hogy az X generáció egy nagyon bizonytalan generáció, szülőként, felnőttként, vezetőként nagyon bizonytalan, mert nem tud visszanyúlni a gyerekkori tapasztalataihoz, nem tud visszanyúlni a gyerekkori mintáihoz, ezért keresi azt, hogy hogyan tudna most megfelelő szülőnek lenni. Ez lehet, hogy kell. Most magamba dilemmázok, hogy milyen a kérdés. Tehát, hogy lehet, hogy van egy ilyen hajtóerőnk, hogy nekünk jobb anyának, jobb apának kell lennünk, mint a saját szüleink voltak, és nem fogadjuk el a szüleinknek a mintáját. De akkor úgy kérdezem inkább, hogy másra kell, hogy tanítsa egy mai szülő a gyerekét, mint egy előző generáció szülője? Egyszerűbben szólva, tehát nem nehezebb ma szülőnek lenni? Szerintem nehéz volt akkoriban is, csak más most szülőnek lenni. Most sokkal tudatosabbnak kell lenni a szülőnek, hogy mit csinál. Ugye van egy eszköz otthon, ami nagyon könnyűvé teszi a gyerek nevelést, ez a digitális cumi, de hogyha belecsúszunk ebbe a történetbe, hogy a tévé, az internet neveli fel a gyerekeinket, akkor ugye erről már beszéltünk, hogy mennyi képességet elveszít a gyerek, és mennyire más képességei lesznek, ami nem jó vagy rossz, csak még az iskola nem ezeket a képességeket keresi vagy kompenzálja. Tehát, hogy erre nagyon tudatosnak kell lenni most, hogy mennyire figyelünk oda arra, hogy én szülőként például milyen digitális eszközhasználatot engedek meg. Tőlem nagyon sokszor megkérdezik, hogy mondjam meg, hogy hány éves korban adhatok a gyereknek digitális eszközt. Az a lényeg, hogy tudjuk-e, hogy mi mit csinálunk a gyerekkel a digitális eszközzel, hogy kitesszük-e az asztalra vasárnapi ebéd közben a telefont. Nem vesszük föl, le van hajtva. Attól még a gyereknek az egy üzenet lesz, hogy apának, anyának fontosabb a digitális eszköz, mint az offline leves, és hogy ebből következtetéseket vonnak le. Tehát, hogy nagyon tudatosnak kellünk arra, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk, hogy mire mennyi időt szánunk, hogy mire mit üzenünk a gyerekeinknek azzal kapcsolatban, hogy mi a jövőnek a záloga, mert hogy abból fogják a mintákat megtanulni. Erre a válaszom teljes mértékben igen, hogy most nehezebb, mert sokkal jobban oda kell figyelni ezekre a tudatos dolgokra. A másik hagyományos generációs olvasztótégely, azt hiszem, hogy az iskola. A jelenlegi formában és a jelenlegi körülmények között működő iskolák itthon például mennyire felelnek meg a környező világ kihívásainak, azaz az iskola, vagy az iskolák megfelelő generációképző intézmények-e? Egyre több iskolába hívnak engem előadni. Sőt, egyre több iskolában tartok egynapos tréningeket. Tehát, hogy most már szánnak arra pénzt és energiákat az iskolák, amit eddig a multinacionális cégek engedtek meg magunknak, hogy a munkavállalókat tréningezik. Most már a pedagógusok is tréningezik magukat generációs témákban, és ez szerintem egy nagyon jó változás. Tanítunk kiégés prevenciót, tanítunk önismeretet, élménypedagógiát, tehát csomó olyan modulból áll össze egy napos tréning, ami nem arról beszél, hogy miért vagy te más, és ő miért más, hanem arról szól, hogy mit tudsz tenni a jelen pillanatban azért, hogy fönn tud tartani a diákoknak a figyelmét. Meg kéne tudni mondani, hogy a jövő sikeres embere ki lehet. Mi lesz az az alaptulajdonság, amely valamelyes kódolja a sikert? Alkalmazkodás, rugalmasság, önismeret, empátia képessége, együttműködés képessége. Tehát, hogy nagyon sokszor mondják azt a nemzetközi szervezetek, hogyha tényleg megtörténik ez a klímaváltozás, a túlélést alapja az lesz, hogy ilyen kis közösségek fognak egymás mellett élni, akik együtt tudnak működni, mert akkor fogjuk túlélni ezt a ma még nem tudni, hogy milyen világot, hogy valamelyik képes lesz krumplit termelni, a másik tud vizet fakasztani, a harmadik nem meg van bora, vagy tudom én. Tehát, hogy ez az együttműködésnek lesz az alapja. Ezt meg kell tanulni, hogy ez hogyan működik. De például a jövőkutatók azt mondják, hogy a jövő elitje az lesz, aki tud olvasni. Tehát, hogy ez is egy olyan fajta képesség, ami kezd kiveszni az emberi fajból, és hogy azt mondják, hogy lesz egy szűk elit, akinek lesz otthon könyvespolca, és ő fogja a maradék nagy tömeget
ellátni azokkal az applikációkkal, meg mesterséges intelligenciával, mindenfajta dologgal, amiből majd élni fogunk. És ezzel együtt azt is mondja, hogy egyre kevésbé lesz szükség mondjuk alapműveltségre, idegen nyelvek tudására, elég lesz annak a szűk csoportnak a tudásban elmélyülnie, és ők fogják aztán leosztani a feladatokat a társadalom számára? Hogyha kapunk egy olyan eszközt a kezünkbe, ami azonnal lefordít dolgokat, akkor ez egy olyan üzenet a jövő generáció fiataljának, hogy nem kell nyelveket tanulnia. Nem ő dönt arról, nem akar nyelvet tanulni. Tehát mi létrehozunk egy olyan egyszerűsítő, az agy, ne felejtsük el, az agy mindig az egyszerűsítést keresi. Már a tévé is egy egyszerűsítés volt, tehát a mesterséges intelligencia egy bődületes egyszerűsítés, és hogyha tényleg lesz egy olyan eszköz a kezünkbe, ami azonnal lefordít minden nyelvet, akkor miért kéne bármilyen nyelvet is megtanulni? És kivesszük azt a motivációt a fiataloknak a kezéből, a nyelveket tanuljon. De ha lesz egy szűk réteg, akinek a szülei azt mondják, hogy tanuljál nyelveket, mert egy olyan tudásra, egy olyan képességre teszel szert, hogy te fogod ezeket a különböző hasznos dolgokat leprogramozni, meg megalkotni, meg stb., akkor ők tulajdonképpen ők lesznek az az elit, aki meg az a hatalom, meg az a pénz, meg az a vagyon tulajdonosai, aki ezt az egész dolgot fogja tudni irányítani. Azt be lehet látni, vagy meg lehet jósolni, hogy például a ChatGPT és a mesterséges intelligencia populárissá válása milyen változást fog előidézni, leginkább a legfiatalabb, de akár a többi generáció életében is? Minden generációra hatással lesz, csak ugye mi változni fogunk valahonnan, valahova, az ebbe született generációknak meg lesz, lesz az origó, ez lesz a normális. Ugye most, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is lehetne pro és kontra rengeteg érvet felhozni, a kontrák közül, amit a leginkább az internetpszichológusok említenek, ez a memóriának a megszűnése. Tehát az emberi fajunknak az egyik legfontosabb velejárója volt az elmúlt évezredekben a memóriánk használata. Most ugye ezt kihelyezzük egy mesterséges eszközre, és azt mondjuk, hogy nincs szükség a memóriára, nincs szükség az elmélyült tudásra, mert hogy úgyse tudjuk megjegyezni ezt a rengeteg dolgot, amit a mesterséges intelligencia képes kezelni, jegyezze meg ő, nekünk meg csak az lesz a dolgunk, hogyha valamire szükségünk van, azt onnan lehívjuk. Ez egy nagyon veszélyes dolognak tűnik nekem, akinek a normálisa nem ez, hanem egy X-generációs normalitásom van. És arról mit gondol a jelenlegi hazai társadalmi, politikai, közoktatási környezet? Mennyire képes a generációs ismereteket felhasználva segíteni az új nemzedékek felnövekedését és a korábbi generációk által történő elfogadását? Napi szinten találkozom az ország különböző részein, különböző embercsoportokkal, és rengetegszer hallom azt 40-es, 50-es, 60-as emberektől, hogy kétségbe vonják azt, hogy ők már hasznosak ebbe a társadalomban, mert azt gondolják, az a percepciók, az a feltételezésük, hogy most a digitális képességek sokkal fontosabbak, mint a miénké. Ez egy blödség, ennek semmi jogalapja nincsen, ez egy percepció, és azt gondoljuk, hogy nem kell használni. De hogyha nem vagyunk magabiztosak, ha nem tudjuk használni a saját erőforrásainkat, hogy tudjuk támogatni az amúgy is bizonytalan fiatalokat az ő új erőforrásaikban? Tehát, hogy ezért is az önismeret a 21. század egyik nagyon fontos kulcsképessége, hogy kedves jó X-esek meg baby boomerek, higgyétek már el azt, hogy a ti képességeitekre szükségük van a mai fiataloknak, csak nem tudják megkérdezni, nem tudnak belekérdezni, mert nekik digitális képességeik vannak. De hogyha egy baby boomer veszi a fáradtságot, és elkezd intellektuálisan kötődni egy mai 18-20 éveshez, és elkezdi tanítani dolgokra, azt fogja megtapasztalni, hogy baromi hálás lesz. Igen. És mentorára. Én valahogy ezt azért nem így tapasztalom, de nincs reprezentatív. Nekem vannak fiatal mentoráltjaim, ugye ez egy mentor-menti viszonyrendszer, ami nagyon más, mint az ókorban volt, ahol az idős, bölcs mentor egyoldalúan tanította a fiatalt. Most a jelenlegi mentorrendszer az egy szakmailag úgy hívják, hogy reverse mentoring, tehát egy oda-visszaható mentor kapcsolat, ahol a mentor is tanul a fiatal mentoráltjától, és a fiatal mentorált is tudatosan tanítja az idős mentorját. És ön például mit kapott egy fiatalabb mentoráltól? Mit tudom én, a Revolut használatát egy fiatal mentoráltam tanítottam. A Revolut banki szisztémáit? Igen, tehát hogy egyszerűen nem tudtam megcsinálni, és egy fiatal mentoráltam tanított, megmutatta, végigvezetett rajta. És ezt hogy kell csinálni? Készséget, nyitottságot és elfogadást kell mutatni egy idősebbnek a fiatalabb generáció tagja felé?
Hogyha én a gyerekemmel mondjuk elindítok egy mentor rendszert, vagy egy, most ne hívjuk ennyire hivatalosan, mert nyilván egy apa a gyerekével nem ezt csinálja, kölcsönösen akarunk tanulni egymástól, és hogyha fiam, én valamit hülyén csinálok, akkor legyen egy egyezményes jel, amivel te felhívod a figyelmet. Szóval ne romboljon tekintélyt, hanem legyen egy egyezményes jel. Hogy, na de a tekintély azt... ilyenkor nem erősebb, az elfogadásnál? De hogyha ezt elkezdjük, és belekezdünk, és tudatosak vagyunk, akkor le tudjuk győzni azt a transzgenerációs automatizmust, hogy az én apai feladatom az, hogy tekintélyem legyen. Nem attól leszek tekintélyes, hogy hierarchikus vagyok, vagy poroszos vagyok, hanem attól lesz tekintélyem, hogyha számíthat rám a gyerekem, és kapcsolódni tud hozzám. Ha leül Minecraftozni, és oda megyek hozzá, hogy mi ez a baromság, miért ezt csinálod, ahelyett, hogy kijönnél velem focizni, soha nem fog kijönni. De ha leülök mellé, és azt mondom, mivel játszol, hadd próbálja ki, hadd csináljam én is, hagyom, hogy kiröhögjön, tanulok tőle, taníthatő trükkökre, elkezdünk kapcsolódni, majd egy óra után azt mondom, hogy oké, fiam, most játszottam a te játékoddal, most gyere ki velem, most megmutatom én, hogy játszottam gyerekkoromban, az már nem vált ki ellenállást, mert nem le akarom nyomni a torkán, hanem felkelthetem a kíváncsiságát. Nem kétségeim biztos, az utóbbival kapcsolatban nem azért biztos, vannak. Hogy jön, ez a lényege, ő egy individuum, nem biztos, hogy jön, de legalább én megtettem azt a lehetőséget, ami egy másfajta kapcsolódás, mint amikor tiltani akarom. Ha valamit tiltani akarok, annak ellenállása lesz. Tehát a hangsúly ezen a kettőn van, megértésen igen. És elfogadáson. Igen. Tehát evolúciósan a túlélés alapja az alkalmazkodás. Az alkalmazkodás az, hogy elfogadom a régit, és elfogadom a mait is, hogy ez egy valós dolog, csak nem azt kell elfogadni, hogy ennek így kell lennie, hanem hogyha ez így alakult, hogy tudok beleavatkozni? Ha a saját generációjának sorsvonalát nézzük, mit gondol, beteljesítette a generációs mintáját, vagy éppen hogy szembe ment vele? Én? Én beteljesítettem. Tehát ez a maximalizmus, a perfekcionizmus, a munkaalkoholizmus, hát én ezeket szépen hoztam magammal, úgyhogy 29-30 éves koromban 190-es vérnyomással egy multinacionális közegben. Mennyivel? 190-es vérnyomással volt 30 évesen, úgyhogy ott döntöttem azt, hogy akkor ebből ki kell szállni, és elkezdtem foglalkozni saját magammal. Ez az X-eseknek egy nagyon-nagyon jellemzője, hogy kiégés, váltás, újragondolás, ezt én szépen hoztam. A saját maga úgymond önfejlesztésére jut elég ideje? Ez is X-es. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy a férfinek a dolga a pénzkeresés, a férfinek a dolga az, hogy biztosítsa a családnak a biztos nyugalmat, a hátteret, és hogy én saját magamat háttérbe toltam. Hát ugye ezért halnak meg a férfiak Magyarországon sokkal hamarabb, mert hogy minden más fontosabb, mint saját maguk, az egészségük, a prevenció, minden egyéb, és hogy én is ezt nagyon-nagyon jól tudtam hozni, és hogy kellett egy-két pofon, amikor azt mondtam, hogy na ez mégsem biztos, hogy ez így jó, és most tudatosan szánok rá időt, még nem eleget. Többet kéne. És arra mit felel? Változtatott a karakterén, az életmódján, a gondolkodásán mindaz, amit generációs témakörben a munkája során megismert, és igen, mi mindenben változtatott? Inkább személyiségfejlődésen mentem keresztül, de ennek van generációs oka, ez pedig az, hogy az X generáció az első, aki ezt megtehette. Tehát mi sokkal több eszközt kaptunk, sokkal több lehetőséget kaptunk kívülről, hogy elkezdjünk saját magunkkal foglalkozni. A nálunk idősebbek, az én szüleim nem kaptak erre semmilyen eszközt. Tehát nálunk már nem szégyen az, hogy az ember elmegy egy coachhoz vagy egy pszichológushoz. De az én szüleim idejében hát ez a legalja volt, hogyha valaki pszichológus, mert úgyis megőrült. Ezt nem lehetett. Sok tovább gondolni valót, meg szempontot is kaptunk a téma tovább gondolásához. Köszönöm önnek, hogy generációs aspektusban nyitogatta a tudatunkat. Én köszönöm, hogy eljöttem, és megint hadd mondjam el, hogy ennél sokkal több minden van, úgyhogy ne azt keresik, hogy mit nem mondtam el, hanem az, hogy amit elmondtam, az mire hasznosítható. Ha önöknek is sokat adott ez a beszélgetés, kérem, támogassák podcast készítésünket. Egyrészt a képernyőnk alatt a kissé jobbra található köszönet gomb megnyomásával, vagy a patreon.com-on a Friderikusz Podcast oldalát felkeresve, ott egyszer kell támogatói szándékot kifejezni, és azzal havonta rendszeres támogatásunkra adódik lehetőség, de a képernyőnk alatt, a műsor tartalom után a támogathatóság egyéb lehetőségeit is részletesen leírtuk, tehát olvashatják. Köszönjük, ha támogatják podcast készítésünket, és akkor most támogatóink is kiköszönnek. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu.
Zárásképpen hadd hívjam fel figyelmüket arra, hogy sok érdekességet találnak a youtube.com-on a Friderikusz Podcast negyedik vízszinte sorában, ahol immáron 235 részlet közül válogathatnak. Például az egykori Friderikusz Show-ból legalább 30-40 emlékezetes pillanat fent van, a korabeli Békítő Show-ból is legalább 3-4 részletet láthatnak. A múlt héten például kitettük Fenyő Miklós és Dolly békülésének történet, de a váratlan vendég legalább három, szinte komplett adásával is újra találkozhatnak. Most került fel a pár hete elhunyt Galambos Erzsi színművész és meglepetés vendégeinek szórakoztató találkozása. Az osztálytalálkozó egykori műsoromból is két-három komplett adás is már fent van, de az Én mozim című riportsorozatból is 19-20 emberi történetet, hétköznapi mesét is újra vagy először láthatnak. De komoly beszélgetésekből sincs hiány. A múlt héten például felkerült egy-egy interjú Jancsó Miklóssal, világhírű filmrendezővel, vagy Sass Szilviával, aki ugyancsak világhírű operaénekes, aztán Jane Goodall, szintén világhírű etológussal, csimpánzkutatóval, és a kiváló színművésszel Gálfi Lászlóval is. Szóval 235 archív részlettel jó szórakozást kívánok Önöknek, két hét múlva pedig újra jelentkezünk új témával, új beszélgetéssel.